Dani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Ha, 6 óra, múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hello! Hello mindenkinek! Na mi a pálya, hallgat, srácok? Milyen jók ezek a dzsungel hangok, nem? Óriásiak, nincs ugye? Még eleget belőle napközben. Hát nem hallunk ilyet egyébként. Más jellegűek. Más jellegűek vannak, a rohadt békák az ablakon előtt. Jó, aki jó. Tessék! Miért nem mennek az aggregátorok? Hol vannak már megint a dél-afrikaiak? Mikor lesz a bőg? Igen, körül ezek a hangok vannak. Igen. Na most gondoltam bele megint a szomszédnak a helyzetébe, aki itt mellett, mert hogy laknak itt mellettünk. Tényleg? Bocsász! Szegények. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb át fog jönni, gyerekek. Na, de nem tud bejutni a szobába, hiszen Gyula mindig itt áll az ajtó előtt. Az jó is, mert egyre többen lesznek ránk dühösek a szállodában. Szóval jók ezek a hangok, ilyen hangok nincsenek kint nagyon. Na. Szóval nem, ez nem jellemző. Békák vannak az ablakom alatt, azokat meg akarom ölni most. És egyre többen akarom mondani, hogy egyre hangosabbak, legalábbis a tegnapi mérés. Én tegnap este megállítottam Balást, ment volna lefele egyszer boxer alsóban, prémium minőségű boxer alsóban, a szájában egy késsel. Igen, tudod mi a hang? Megmutatom, figyelj. Menj. Ez még a jobbik. Igen. Mert ez a kedves aranyos pici. Van igen. A nagy. Ami mint az állat nyomja. Ez a pici, ami hívja a szüleit, akik igen. Mindjárt odaérnek. Igen, akik megjönnek, és az meg van. Fogom ölni. Ez egy hatalmas, burjázó család. Biztos, hogy meg fogom ölni. Na, ez a nagy. És beszélget a nagy, meg a kicsi, figyelj. És mit mondanak egy? Megmondom neked, megbeszéltük, hogy 10-re itthon vagy, fiam. Itt csak a Balázs ablak alatt nyomod. Hadd focizzak még, nem akarok. Figyelj, megölöm őket. Komolyan mondom, már arra készültem, hogy lemegyek. De ezek döbbenetesek. Mivel lehet békát írtani? A gólyával. Vagy arrébb gólyával. Gólyával? Gólya. Van gólyánk, nincs gólyánk. A gólya is nagyon jó egyébként. És mi jó még a békára? Hát különböző csúszomászok, illetve a kukoricagránát. Ja, tök jó, tényleg, kígyó. Hossz kígyót. Uh-huh. A kígyó elkapja a békát? Az úgy megeszi, mint a húzat. Muszáj. De az MH1940-es védekezőgránát hatásnövelő burokkal szintén jó. Én inkább ebbe hiszem. Én szeretem a békákat, meg nincs vele bajom. De hogy ma este megcigiztetem az összeset, ami ott van az ablakom előtt. Rád a gyerekkorodban volt ilyen? Volt, hogy ne, persze. Szeretik a nikotin. Bírják és gyerekek. Szevasztok, srácok, kemény dobozos. Igen, na, valaki. Szóval nincs ezzel baj, tényleg aranyosak, ott elbugyborékolnak, meg tök jó dumálgatnak, de amikor éjjel félkettő, akkor rázendítenek, akkor tényleg rituálisan meg akarod ölni az összeset. Nincs más választásod. Az akkor is jó, nem tudsz nagyon oda szavat a másik oldalára a szállodának, mert abban laknak. Az a tó a szálloda előtt? Ezt nem is néztem, csak hát a susnyás láttam. Ott van egy kis vizecske alatt, azt nem is láttam. Egy kis vizecske, és abban laknak. Ha azt átrakod a másik oldalra, akkor ott fognak nyivákolni. Bizony. Akkor berakom valakinek az ablak alá. De már dolgozik a helyi Nelspriti vízművek, úgyhogy nem sokára el fog tűnni a tavacska. Miért? Hogy? Ja, hogy már felszóltál neki? Nem tó. Ja, hogy ez egy csőtörés. Na, egyébként van. Maga a város az rettenetesen rendezett. Tehát, hogy megmondom nektek őszintén, hogy a városon kívül mindenhol lehet találkozni a szeméttel, de a városon hát gyakorlatilag miért? Nem tűnik rendezetnek? Hát itt a belső részek az eléggé rendben vannak. Ez a miénk, igen, úgy tűnik. De igen. Egy picit kívül. Hát nem, egy picit már, belül. Aha. Egy picit belül, mert igen. Tegnap olyan túrán voltunk, ami Gyula szerint később, na. Horváth úr szerint. Egyébként csak úgy hívom a mindkét Gyulánkat, hogy Horváth Nyuszi és Nováki Nyuszi. Mindjárt meg fogjátok tudni, hogy miért nem Nyuszik. Tegnap egy olyan túrán voltunk, amit a Mit ne csinálj Afrikában leírást, mindent kipipáltunk. Tehát így egyesével Mit ne csinálj Afrikában. Úgy kezdődött a tegnapi túránk, hogy el kellett menjünk megkeresni végre azt az utazási irodát, amivel eljutunk a Krüger Nemzeti Parkba. Ó, van egy pár belőle. Márhogy nem egy a darab Krüger. Nincs. Nincs utazási iroda? Nincs utazási iroda. Nem érted meg, hogy 50 kilométerre a világ legnagyobb nemzeti parkjától, vagy az egyik legnagyobbtól nem lehet kimenni. Nincs. Találtunk egy utazási irodát, akik mondták, hogy nagyon jó mozambiki tengeri hajózás van. Horgászattal az jól hangzik. Igen. Hogy az érdekel bennünket? Mondtuk, hogy nem, mert nem szeretünk mozambik, horgászni. Az még Afrika? Az valami olyasmi. Akkor mondták, hogy van nagyon jó Kilimandzsáró túl. Ó, na, az nagyon az jó. Is nagyon az jó. Jó. Szerenge, az a Serengeti, Kilimandzsáró, Kenya. Hát csak ahhoz neked repülőre kell ülni. Igen, meg egy héten határoznánk körülbelül. Igen, és az egy hetes túl. Mondtuk, hogy csak ide akarunk elmenni 50 kilométerre, a Krügerbe. Ott aludnánk, visszajönnénk. Na, olyan nincs. Végül sikerült aztán keresni az interneten egyet, valószínűleg lerövidítjük a túrát, mert a kettőnapos túra legolcsóbban 80 ezer forint. Én meg gondoltam is, hogy ilyen bátrak vagytok ezzel a túrával, mert az elég húzós. De mi kerül 80 ezer forintba
abba, hogy megnézel egy elefánt. Hát, hogy a Bushman, amikor látja, hogy össz, akkor belebújik a zsiráfi jelmezbe, az ott kell kecsöl előtt, tehát, hogy mégsem menjél haza, úgyhogy nem lát semmit, egy másik meg ott impala jelmezbe ugrál neked egy dobbantóra. Ugyanis a nemzeti parki belépő az 1000 forint. Tehát, ha te odamész a park kapujához, és így bekopogtasz, hogy szeretnék bemenni, akkor egy ezresébe engednek körülbelül helyi pucujkában, 1000 forint, ha átváltod. Az összes többit nem tudjuk, hogy micsoda, 80 000 végül, amire szerintem a transfer. A visszatranszfer, az ottani ebéd, igen? És maga a jövésmenés bent a parkban. Belépő, ez igen, nyilván ezen az iroda is keres. Húzósám, hát ugye ebből tartják fönt a parkot, meg ebből csinálják az egészet. Aha. Durva. Na ez a kétnapos túra, az 80 rugat körülbelül. Na a lényeg az, hogy fogtuk magunkat, a kis csapatunkkal, a gyönyörű ötös, mint az afrikai nagyvadak, kitalálták, hogy akkor elmegyünk egy másik plázába, ahol van ez az utazási iroda. Hivattunk magunknak egy gépjárművet, egy gyönyörű fehér busz érkezett, fekete műbőr üléssel, majd mikor mondták, várják, mennyibe kerül, az nagyon-nagyon jó meleg, fejenként 50 pucujka, tehát 250 pucujkát fizettünk ki az útra. Kicsit a sofőr így bazsajgott, amikor beültünk, és bemondtuk az úti célt. Ez szállodai busz volt? Ez szállodai busz volt, mert 850 méter után az emberünk így behúzta a kézét. És meg is érkeztetek. Megérkeztünk, csak mondom, a 250 pucuk az 6000 valány 100 forintot dobtunk ki erre. Finoman levettek benneteket. Picikét levettek. Igen. De akkor még mondtuk, hogy ennyibe kerül, nyilván hát most mit szórakozunk, fizessük ki, hát nem császkálunk a városba. Majd miután ezt a kis utazási irodás történetet meghekkeltünk, mondtuk a jányokkal, mert igény volt rá, hogy mi bemennénk a Citi kellős közepébe, mert ott a piac. Ott van a helyi piac, és akkor menjünk be. A helyi őstermelők. Na most itt igen, a biopiac. A biopiac, igen, majd mondom, hogy mit találtunk. A két nyuszi akkor mondta, hogy de hát akkor hívjuk a izét, a kocsit, meg minden, mondom, gyerekek, keressünk rá a neten, megnézzük, hogy merre van, azt besétálunk, nem olyan nagy ez a város. 1,6 kilométert írta, ahogy hívják, a GPS, amely Nováki nyuszi telefonjára volt telepítve, most figyeljetek, elkezdtünk menni az úton, és egyszer csak eltér. De hogy GPS-szel? Igen, mondom, hogy te Zsűr. Pedig azért ez nem a várjál, mondom, te Zsűr, nem kéne elővenni a telefont? Hülye vagy. Itt. Sehol senki. Aha. Tehát sehol senki. A négysávos út mellett gyalogoltunk. Átmentünk egy kereszteződésen. Mondom neki, hogy Gyula, kérlek, vegyük elő. Zsűr, nézzük meg, légy szíves. Mégis hol vagy? Merre kell menni? Nem veszem elő. Megölnek. Mondom, ki? Szivike. Sehol egy rohadt ember. Nézzük meg. Jó, visszagyalogoltunk 2 kilométert a kereszteződésig, majd tovább mentünk, és megérkeztünk a főpályaudvarra. Itt a másik Gyula, Horváth Gyula azt mondta, hogy gyerekek, mindenki nagyon közel egymáshoz, vegyétek fel a napszemüveget, ne nézzetek senki szemébe, ne nézz senki szemébe, érted? Majd én megyek elől. Na most az én megyek elől utat török, az a következő volt, 1 perc múlva csak a hátát láttuk a csávónak, mert elrohant a Horváth Gyula, ment előre, az volt a fedőszörű, hogy majd ő töri az utat, menekül. Tudta, hogy benneteket fognak bántani, és nem akart vegyülni. Ennyi. Menekül. Látta, hogy ki a gyenge láncem. Senki ránk nem nézett, a következő volt, a vasútállomás mellett, egy kilométeres szakaszon. Van egy betonkerítés. A betonkerítés azon oldalán, ahol mi mentünk, ülnek az emberek kint székekkel. Kicsi akkumulátorban, várjál. Azért durva, mert az a helyi fodrászat, ugyanis arra mész, leülsz egy székre, van az embernél. Csináltatok fotót? Egy darab. Szerintem. Ezt meg akarom nézni, mondta, ez jó. Mondta Gyula. Előre vétek a fényképezőgépet! Ne nézz a szemükbe! Ne nézz a szemükbe! Ne nézz a szemükbe! Nincs nagy hajad! Fegyelvágás, fegyelvágás! Mondtam neki, hogy én így körbe ledúratnám a hosszú rész alatt, mert már kicsit meg... Hülye vagy! Meghalsz! Átvágja a nyakad a borotvá! Mondom, Gyula, ez egy elektromos borotva. Tehát nem izé, nem a fent borotva. Kicsit hanem túlparáztátok kicsit ezt haj. Le. Levág a bajuszodba! Mondom, hajírója van. De nagyon vicces, mert arra mennek az emberek, leülnek, a nyakába kerít egy ilyen kis színes műanyag darabot, és ott aksiról már be is indítja a hajvágót, és ott megcsinálja a frizurádat. Ebből van 50, így egymás után, kettes székekkel vannak, egyikbe ül a kuncsaf, másikba. Ez nagyon menő, ezt nagyon meg kell nézni. Nagyon-nagyon jó. Na most, ha azt mondod, Jani, hogy rendezett a város, akkor ott nézd meg. Aha. Tehát a következő helyzet, egyrészt 50 kiló raszta hajat sodor a szél, mert ugye leesik a földre, a szél elfújja, másrészt pedig ami szemét van a városban, az valószínűleg mind ott koncentrálódik a kellős közepén a városnak, valamiért mindent oda. Hát igen, bizonyos részei rendezettek, igen, ez itt, ahol igen mi vagyunk, mert ez egy ilyen kicsit jobb környék a szállodákkal, meg itt mindenféle plázákkal.
De azért kicsit ott lejjebb mész, igen, ott már azért vannak érdekes. Na ez a leglejjebb volt, a város közepe, és akkor mondtuk, hogy nyilván a piacot azért csak megnézzük, ha már ott vagyunk. A piac a következő féleképpen néz ki. Emberek üldögélnek a földön, mindenki színesbőrű, micsoda meglepőtek. Mi öten voltunk, várja, de hogy se közel se távol egy fehér ember, mi öten voltunk. Kitalálom, Gyula, nem is a szemükbe! Köszönöm szépen! Megkapok én! Vedd föl napszemüveget! Mondom, Gyula, nincs nálam napszemcsi. Ne alkudjál, rögtön fizess! Az alkudozás sértés! Ne, milyen alkudozás? Várjál, hát nem lehetett venni semmit, mert mi megálltunk a lányokkal, volt nagyon-nagyon jó kis pálcára fűzött húsi darabkák, azonosíthatatlan, mondom, én azért csak ennék egyet, van hasti fuszoldás. Biobiltong! Biobiltong, meg volt ott salátát kevertek, hát mondom, együnk már, kóstoljuk meg, hát Afrika íze, érted, nem a szálloda. Hülye vagy, azonnal meghalsz, ne nyúj hozzá, már csak hozzá, és akkor is meg fogsz halni. És mi volt a másik mondta, ne nézz a szemüveget! Ne nézz a szemüveget! Meghűljünk innen! Meneteltetek bámulva a GPS-t? Hol vagytok? Hát ott már... Leszeget feje, bara, 50 méter bara. Ott Zsül az alsó gatyájába tette a telefonját, mert ő szerintem még a ízéből is, a hátsó farzsebőmből is. Milyen pudingok vagytok? Na, a két felfedező, a két Gyula azt mondta, hogy majd ők törik az utat, mert sokan vannak, és ők futnak elől, ha menni kell. Utána jönnek a lányok, és én vagyok a végén. Tehát én voltam a lezáró, a hátvéd. Hát te voltál a hátvéd, igen. Nagyon vicces, mert van telefonjavító. Szóljatok, hogy ha bármelyikötöknek rossz a telefonja, egy darab fatuskóval letéve az út szélére, egy páka, egy elektromos forrasztópáka, és a csávó azonnal bont. Tehát bármilyen problémával oda mész hozzá. Elviszem neki a hatosomat, nézze már. Ha nézze, igen, néha egy picit akadozik. Igen, van egy kicsit fagy az iOS 8, csináljon már vele valamit. Szétpatintja a készüléket, és az az első, hogy beleforraszt. Tehát bármi van, ő az. Hát, hogy látványos legyen a művelet. Hát világos, valamiért el kell. Hát valamit javítson már rajta. Ezeket de szeretném én is látni, én pont ezért szeretem az ilyen világot, hogy ilyeneket tudsz még látni. Igen, ez Európában nagyon kevés van, sőt, hát ilyen egyáltalán nincs. Egyelőre ezt nem láttam, de ide elmegyünk. Ezért imádom Ázsiát is, mert ott is ilyeneket lát. Mert ahogy mi megyünk ugye befelé, mi mit látunk, hát mi is látunk helyi árusokat is, mert ugye hálóban árulják így egymás után, van a mangó, a narancs, meg a tutti frutti, Alanatur. Alanatur is van. Erről is látjuk egyébként, igen, már igen. Így vannak igen, és vannak köztük kedvenceink is. Igen, van a hormonzavaros Tina Turner, 570 kiló, ő a mamma, szerintem ő irányítja a lányokat. Egy szolid angol spárgában ül egy kis sámlin, egy fal alatt, igen, egy napernyő van, igen. Látszik, és meglehetősen dús haja van, és ilyen kb. Így a fejétől ilyen minden két oldalt, ilyen 15-20 fokos szögben áll el a haja, egy oldalt, és ennél egy picit szélesebb a válla, a csípője még szélesebb, a combjairól nem beszélek, mert először azt hittük, hogy farönkök, és... Az döbbenet. És egyébként. Ő ül egy falat, és várja a kuncsaftokat. Láttatok embert, aki megáll neki? Szeretik őket, úgy tudjuk. Na, magyar stábból néha, de hogy is. És most mondanám a neveket. Igen, és most mondanám a neveket. Nem, hogy 200 rand, hogyha esetleg. Igen, van egy kollega, aki már mindent megkérdezett. Így van. A biztos, de nem biztos. Így van. Itt egyébként, tehát hogyha ott vagy kint, mi mondjuk csak mondom, a kocsiból láttuk még egy ilyen 100 méterről, de szerintem minél kisebb a távolság, annál indokoltabb a Gyulának a ne nézz a szemébe, ne nézz a szemébe, menj tovább, meg fog ölni. Igen, ezek a legveszélyesebb pontjai szerintem a városnak. Na most ehhez képest, a ne nézz a szemébe, én mentem hátul, én ráértem, a menekülőkkel ugye nem foglalkoztam, mindenkinek oda nézel, nyugodtan, oda köszönsz nekik, mindenki halálboldogan visszaköszön, hogy hello, este a veszélyes. Hello, my friend. Ilyen. Illetve, hogyha tudnál sisául, akkor hallanál, hogy mondják egymásnak, ne nézzetek a szemükbe, ne nézzetek a szemükbe, fehér. Egyébként lehet. A lényeg az, hogy elérkeztünk a piac végéhez, mi még ott a lányokkal próbáltuk mondani, de hogy van néhány mellékutca, nézzük meg, ott még biztos árulnak valami. Ekkor már az a páni félelmet, ami a két Gyula arcán volt, de nem hiszitek el, gyerekek, a két nagy majré, komolyan ott állt a horvát úr is a maga gyönyörű 100 kilójával, érted? Tehát nem volt ember, aki bennünket bántani mert volna. Igen, amikor az ember kisebbségbe kerül, akkor azért egy pillanatra, hogy rossz érzés tud lenni. Mert úgy hozzá vagy szokva, hogy mindenhol olyanok vannak, mint te. Aztán hát, körbenézés, sehol nincs olyan, mint te. Itt nagyon sokat számít a fellépés, de hát, hogyha a legnagyobb ember, aki köztetek van a csapatban, nem annyira fellépésével tűnik ki, mint inkább a rugalmas elszakadásával, ugye? Igen, akkor már vannak gondok. Akkor már nagy a baj. És elérkezett a pillanat, hogy hogyan jövünk vissza, mondta a Gyula, mind a kettő, a két nyuszi, hogy ide azonnal hívjuk azt a csávót, aki idehozott bennünket. Mondtam, hogy jó, és mit mondunk, hol vagyunk, cica fiú, mit mondunk, hol vagyunk. Itt vagyunk a vasútállomáson, a piacon, mondjuk neki. Oké, megszületett az ötlet,
jöjjünk helyi járatos busszal. Na, logikusnak tűnik. Szerintem hát előre, igen, mert nem látom a... Ugye? Ott az első négy nap én is az utolsó éjszakaival akartam bemenni. Ott voltak a helyi járatos buszok. Most kétféle busz van. Van ugye a nagy busz, amit üzemeltet a helyi BKK, és vannak ezek a kis iránytaxik, ami arról szól, hogy van benne 6-8 ülés, tehát ez egy kis mikrobusz. Az emberünk elindul valahová, ahová az első utas kéri, és utána végig dudálja az egész várost. Mindenki tudja, hogy őt le lehet interni. Így van, mindenki stoppol egyébként. Igen. Ilyenbe beültünk, megkérdeztük, hogy mennyiért hoz el. Mondta, hogy ugye az első fuvarunk, azt mondta nektek, fejenként 50 pucujka volt. 250, nem? Az 250 igen. volt. Ő mondta, hogy fejenként 10. Gyertek. Fejenként 10 év. Na, teljesen tipikus. Na, igen, és itt esett le a tantusz. Itt esett le a tantusz, az a szerintem gyerekek kicsit megszivattak bennünket. Beültünk, egy nagyon helyes csávó volt, aki azonnal benyomott valami tupakslágert. Ó, tupeket hallgatott? Igen, na, ember, más szeretem. De embertelen hangerővel, és hát az eseményről videó felvétel készült, ezt Viktória próbálja megosztani az interneten, mert én igazi császár voltam a hátsó ülésen, rettenet mód élveztem a városnézést és a tupakslágert, úgyhogy ezt megmutatnánk majd nektek, meg fölrakjuk a netre is, hogy hogy kell császármód utazni Dél-Afrikában. Te nagyon jól érzed itt magad hátul. Én imádom. Feri táncol átsülésen. Én imádtam, nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ez, így jöttünk vissza, és ezzel be is zárult a tegnap délutáni mókatár. Pieti, mert ez a három nap alatt több mindent láthatok, mint mi. Hát így lassan ott tartunk, hogy igen, erre számítottunk egyébként, hogy nektek ugye van időtök, persze, helyes. Tízkor még azt mondhatnánk, hogy visszafekszünk aludni a reggeli után, itt kifekszünk a medence partjára, ha már itt vagyunk, ne nézzük meg. Úgyis megkéselnek előbb-utóbb nálateket, úgyhogy teljesen mindegy. Addig menjetek, amíg tudtok. Akkor kórházi bejelentkezés. Ma mi van belőve? Van valami? Hát ma szétesünk szerintem teljességgel. Én visszamegyek ide a kis botanikus kertünkbe, mert egyelőre nincs jelentkező, aki visszajönne velem a piacra. Uh-huh. Én ott akartam ebédelni. Egyelőre az van, hogy oda ne. Gyula, várja csak, mi a verdikt? Hogy Gyula, miért hát senkinek nem lesz személyben egész délután. Hogy miért nem öltek meg tegnap bennünket? Mit mondtál? Hogy azért, mert ugye a döbbenet miatt. De ha másodjára vissza... Konkrétan olyan volt, mint amikor bemenünk az oroszlán kettőzőbe, és oroszlán nem tudja, hogy mi történik körülötte. Inkább nem támad. Inkább nem jön. Támad, igen. És mondta, hogy de ha másodjára megyünk, akkor biztos, hogy megölnek bennünket. Én azért kipróbálom majd ezt is, de egyelőre a mai napos... Hát csináljunk, melyik kötöket kapnánk el először? Gyulát, este Gyulát? Gyulát, hát ideális, gyönyörű gazdatest. Igen, valószínű, hogy Gyulára mennének először. Na jó van. Jó van, szakalandoztok, jó ez. Mert mennyi, menni kell, barátkozni. Gyűjteni a barátokat, fotózkodni. Ugye, összeborulni. Összeborulni, igen. Mi is sokat barátkozunk, hát ugye akikkel mi találkozunk, akkor azok elsősorban a stábnak a részei, leginkább sofőrök a helyiek közül, és Balázs folyamatosan barátkozik örök. Ezt nem hiszem el! Basztus, hogy 22-vel kell menni ezen a tetves úton. Basszus, szerzek egy autót, de nem, egyszerűen nem hiszem. Figyelj, fékez! Hát aztán... Nem hiszed el. Hallod, bemegyek, és beszélek a gyártással. Szerzünk egy autót, engem nem érdekel, itt van a jogosítvány. Figyelj, Jani, minden nap saját autóval fogunk menni. Oké? Okay? Elintézem. Bemegyünk, az lesz az első, hogy megkeresünk. Nem hiszem el, nagy vérzés kapok. Én következő, hogy 30 perces utat tegnap, 1 óra 10 perc. 1 óra 10 perc alatt. Volt, vagy csak nem. Van egy 20 perces betonút, meg egy 10 perces földút. A 10 perces földút, hát ebben semmi nincs. 30-35 perc alatt teszik meg, mert 10-zel mennek. Így van, kaptak egy ilyen verdiktet. Nem biztos egyébként, hogy ők kapták a verdiktet, mert hogy van egyébként a szélvédőre rárakva egy ilyen 20 kilométeres korlátozás. És cetli így a szélvédőre ragasztott, de lehet, hogy egyébként csak a szél fújta rá, tehát nem vagyunk benne biztosak, hogy egyébként ezt kaptál, és egyszerűen nem hajlandók ennél gyorsabban menni. És már szólsz nekik, hogy le fogod kiesni az élőt, és neki van adva nekik, a fősofőr kérte, hogy nem mehetnek gyorsabban. Szerintem még valószínűleg a buszra kell vigyázni, de most van olyan, amikor emelkedőn van, és egyenes az út, és nem gödrös, és semmi. Nem? És mi történik? Tegnap majdnem kiszálltunk megtolni, hogy fölmenjünk, menjünk többet 10-zel. Mondom, menj, szálljunk gyalog, menj, én legurulok pókjárásba. Igen. Egyszerűen nem bírom. Fél órás az út, tényleg. Nincs túl terhelve a kocsi? De valószínűleg vagyunk benne ketten. Nem, ez valószínűleg túl izgulják kicsit, és így már volt belőle feszkó, már a stáb se bírja. Szóval, hogy ezt tényleg, amikor egy fél órás utat, egy óra, 10 perc alatt teszel meg, már mindenkinek a haja kihullik. Úgyhogy aztán tegnap szóltunk a sofőrnek, hogy lenyesz, és egy kicsit gyorsabban menni a földúton. Erre berágott, 140-nel jött a betonúton. Az, amikor kijöttünk a betonútra, gyakorlatilag nem láttuk meg, mondom, megnézem már, hogy mennyi a korlátozás. Így ment el mellettünk a tábla. És de szóval volt miben hozni, mert 3-4 órát jöttünk a földúton. Tehát, hogy még itt sértünk ide egy órával előbb. Igen, de azért az már egy kicsit neccesebb volt, szerencse volt egyébként,
hogy kihalt volt az út, mert így kezdtük érezni, hogy a belső szerveink, így a gerincünkön keresztül távoznak hátul. Akkor meg úgy ment, mint az állat. Csak tehát, mondom, hogy ez a két véglet van. Igen, közben megszólalt a telefonja. Megszólalt a telefonja, és Jani mondta, legjobb, hogy figyel. Nem hittem el. A csávó fölvette a telefonját, és nem vett észre, hogy kifelé vannak a gombok. Fordítva tartotta. Mondom, én nem ülök egy olyan ember mellé, aki nem tudja felvenni a telefonját, és kifelé fordítva voltak a gombok. Az kifelé nézett. Nyomta, érted az ulut, és kifelé nézett a gombok, érted, és dühös volt, hogy nem hallja. Közben néha átmentünk jobb oldalra, mert hogy itt baloldali közlekedés van. Mondom, szólok neki, hogy menjünk már vissza. Átment a jobb oldali sávba. Kicsit fölhúztátok. Így van, itt este ültünk 8-an mögötte, de már szóltak hátulistáptól, ők nem akarnak meghalni. Nem, tehát, hogy valaki vegye már át a vezetést. Ő picit össze volt zavarodva, hogy melyik sávban kell elhaladnia. Valószínűleg valamelyik európai misszióban nevelték fel, ahol mondjuk a jobb oldal is ment. Igen, hát nem nagyon tudta betartani bal oldal közlekedés. Közben mondom, telefonált, úgyhogy kifelé. Telefonált, igen. Telefonált, és ő valószínűleg azt mondta sisául annak, akivel beszélgetett, hogy beszél hangosabban, mert nem halad. Szóval vannak nagy csodák. Hülye magyar, nem hülye elegem van. Nem hiszed, és egyébként viszont ez a zenei kultúra, vagy ez a muzikalitás, ez nálunk is átjön rendszeresen, mindegyiknek más a zenei ízlése, tehát amikor mi megjártuk például a Krügert oda-vissza, és oda-vissza, akkor 4 órán keresztül hallgattál egy Phil Collins válogatást, akkor azért már ott már én is nyitogattam a Victorinox-ot. Igen, hogy most megölünk valakit, igen. Na jó, hát érdekes egy ország, igen, igen, most top táblákról is akarok majd beszélni, azt is elég érdekesen értelmezik, majd ezt elmondjuk egy kicsit később. Lehet jelentkezni a játékra, jó, ha valaki szeretne velünk játszani, küldjön nekünk SMS-t, hogy állunk játékkal, mi egy, van? Egy-egy. Na, jó van, akkor... Te hoztál hétfőn egyet, ugye Szamárnál vagyunk most éppen, tehát most ebben a Szamár felé mész. Megyek a Zebrához, és tegnap. Janit kinyírták. Kinyírták. Nekem nem jutott semmi. Senki. Se Gizella, a Gazella. Oké, megnézzük akkor, kik a jelentkezők. Jó, tessék nekünk SMS-t írni, mi pedig jövünk a hírek után. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 9 perc óra, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kőbányán az éles saroknál nem működnek a jelzőlámpák. Viki küldte nekünk, Halásziról, Mosonmagyaróvá felé pedig mér egy trafi, üzente Laci, úgyhogy ott is mindenki menjen lassabban. Az M3-ason a 142-es kilométernél már nincsen trafi. Biusuf küldte ezt nekünk. Oké, jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Szerbusztok, jó reggelt! Szia! Hello, András! Honnan hívsz minket, András? Veszprémből hívlak titeket. Veszprémben, mit csinálsz? Otthon vagy dolgozol? Nem, már, mit csinálsz? Éppen munkába tartok. Munkába, mit csinálsz, mi a munkád? Erdészként dolgozom egy kertészeti cégnél. Jaj, de szép. Oh. Nyugis szakma. Az igen, az nagyon. Igen, uh-huh. Igen. Kivéve karácsony környéken, amikor elkezdik lopni a karácsonyfákat, illetve a fenyőfákat. Igen, az illegális fakitermelés, az lehet, hogy egy kicsit izgalmasra teszi. De hogy egy kertész vagy erdész vagy egy kertészetben? Erdész is, meg kertész is. Ez egy ilyen komplex cég. Aha. Jól van, oké, kivel szeretné játszani? Janival. Léci, szeretné. Srácok. Tényleg tegnap is ő volt. Rátszáltak. De én ezt szeretném. Én már tudom, hogy miért vagy te. Veszprém. Igen, a cukrászdáid. Hát igen, meg ja, igen. A viadukt, meg a hát igen. Vadaspark, olyan szépeket mondtál. Igen. Na, indítjuk az órát, jó? Figyeljetek, 3, 2, 1, és tessék. Na, szeretnél kérdezni? Te szeretnél kérdezni? Igaz, kérdezz nyugodtan. Jó. Tudod mi? Kérdezek én, jó? Na. Nem, mint erdész, hozzátartozik például a gulyadomb is? A gulyadomb? De szépen nagyon a gulyadomb, de arra fele pont, hogy... Szoktál járni? Kirándulni szoktam járni, de munkában nem. Családos vagy? Egyedülálló vagyok. Egyedülálló. De szeretnél gyereket majd, nyilván? Szeretnék, persze. Feleséget? Szeretem, van a két az utolsó. Igen. Jézusom, és már az elején is hallottam valamit, szerintem. Igen, az is véleményes. Srácok, egy pernőtűzzel kellett indítanom. Semmi, ez egyszerűen lemostad.
lemosta, nem pergőtűz, ez egy ösztűz volt, vagy egy összpergő, nem tudom. Döbbenetes volt. Ha egyszer a könnyű lovasság támadott, nem állít meg őket senki. És Andrásnak egy ilyen menekülés volt, azt mondja, igen, legyen vége. Ja, jó, most igen. Már nem, elegem van. Okay. Most már ne sorozz tovább, ne öklözz, ne gyomrozz, igen. Ne haragudj, András, hogy ennyire ellenállhatatlan voltam és agresszor. Igen, én ott az elején is hallottam, ami igen... Igen, szerű, de azon átsiklottuk, mert nem hallottam pontosan, hogy az mi volt. Jól van, András, köszi a játékot, tehát ajándékcsomagot nem tudunk adni. Egyszer Jani beindult, gőzhenger volt, nem lehetett visszafogni. Így van, ha a kis rozsomák támad. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy tisztatok közé. Szervusz, sziasztok, további szépen. Köszi, ciao. Hello. Figyelj, egyszer kicsináltad. Tehát, hogy mentél előre, és nem, ellenmondás nem tűrően soroztad. És a fiatal, fejgyomor. Tyson, nem? Igen, beleharaptál a fülébe, mentél, fejgyomor, ököl, könyök, minden volt. Igen. Már tisztatlan és a 99-es kilométernél kamionok nyoma sincs, írta nekünk Robi, és Maglódon a 31-es úton a Spárnál mérnek. Ezt pedig Erika küldte nekünk. Köszönjük szépen. 5 perc van pontosan 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt pontosan 8 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt Dél-Afrikában és ott Magyarországon is. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Hello! Jürgen! Drága hallgatók! Friss közlekedési hírek, mint minden reggel. Most is természetesen az Egér úton befelé mérnek, és behajtási engedélyeket kamerán ellenőrzik. Ez Gyú küldte nekünk. Aztán trafi az M1-esen Hegyeshalom felé, Lébénynél a híd alatt üzeni nekünk Alíz. Szép jó reggelt, M1-es Hegyeshalom felé 143-as kavics unatkozó hatóság sebességet mér, ez lehet, hogy ugyanaz. Egyébként baleset hatóságmentes, egyébként az M1-es is jó gurit. Ez egy jó gurit. Köszönöm szépen neked is. Jó gurit, jó, nem tudom értelmezni, Dekás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kőbányán a Kerepesi Albert Hirsai út csomópontban nem működnek a lámpák, és totál káosz minden, ezt eredetes Laci küldte nekünk. 10-es út Solymári Osantól Pest felé szokásosan botrány, írja Izsó. Írjatok már, hogy mi a helyzet a körforgalommal. Építik, nem építik, ott vannak a munkagépek, elkezdték, csinálnak-e valamit. Hát erről mi beszéltünk, meg hosszasan foglalkoztunk vele itt a műsorban. Azt tudtuk, hogy felvonulnak, de hogy azóta elmentek-e már a pompolmányok, illetve a tamburmajor. Jó? Hogy valóta csináltak-e valamit, azon kívül, hogy felvonultak. Igen. Hogy vágják a sövényt, vagy ott van-e a tűzoltózenekar, vagy egyet elindult-e már valami. Nem? Hogy legalább lássuk tényleg, hogy mi van. Gyerekek, hogy itt milyen pocsék kávét csinálnak? Igaz? Komolyan mondom, szóval, hogy sok mindenben nagyon jó. Isteni a konyhájuk, nagyon jó kajákat tesznek, rettenetesen kedvesek a dél-afrikaiak. Tényleg, tehát rengeteg előny van. De vannak bizonyos országok, ahol egyszerűen képtelenek kávét főzni. Uh-huh. Nem tudom, mi az oka, mert hogy nem kell hozzá nagy dolog. Nem. Ez a kávé, ami itt van, ez valami elképesztő, de kint a szedben mindenhol, szóval, hogy nem tudnak jó borzalmas, kávét csinálni. Ráadásul úgy, hogy azért itt, vagy őszintén van itt minimum két olyan ország, Etiópia és Kenya, ahol azért igen, van egy kultúrája ennek a történetnek, és nincs messze. Igen, azt gondolnád, hogy azért úgy ismerik, szeretik, tisztelik a kávét, de nem tisztelik a kávét. De ismerik, ők szeretik, csak azt mondják, hogy a filteres kávé, amit mi kapunk, egyébként van rendes kávézó, szépet főznek meg jót. De hát ide reggel ez jutott, kicsit beáztatjuk így, csak... Én nem vagyok egy nagy kávézó, meg én nem tudok megkülönböztetni a déli lejtőket, meg a napsütést, meg a pörkölési, nem tudom, sebességet, meg arányokat, de azt meg tudom mondani, hogy ez rohadt rossz. Az. Tehát ez, én minden reggel lekocogok ide, vidáman beszélgetek velük, van egy szakács, akinek ugyanolyan a hangja, mint a Pákornak, fel fogok vele vetetni. Észrevetted? Felvetetek vele néhány mondatot majd holnap. Imádom, állandóan dumálunk, mi van, hogy van, tiszta Pákó, egy az egybe a hangja, teljesen Pákó. Lekocogok, csinálok egy kávét, hát ez ihatatlan. Ihatatlan. Nagyon gyenge. Viszont a kellemes illatok, amik jönnek a konyhából, igen, a frissen sült kroászán illata, illetve az, amit Balázsnak gondolt, közben meg valójában beleégettem a forralóba, a vízforralóba, szólja a feje, és hallom a fürdőszobát, mert most abban melegítettem meg, és egy picit oda kapott, és elkezdett érződni az illata, ami tényleg kellemes, és hallom bentről a szobából egy Balázs mondja, érzitek a frissen sült süteménynek az illatát. Igen. Tudod, mi ez?
Igen, annyira jó, én nem láttam még ilyen szállat, de 17:30 elkezdenek reggeliztetni. Hát ilyen barátságos egy népet, nem? Gondolnak a 6-kor kelő rádiósokra, 17:30, nem tudsz találni helyet, ahol már van reggeli szállodában, nem? Hát 7-től. 7-től, igen, 7:30-től, igen, csak 10-11 szállodája válogatja, de ez a 17:30-os reggeliző hely. A vendégek 8-tól reggeliznek egyébként, te most az üzemi étkezésbe csatlakoztál. Nekem már az egész szálloda haverom. Tegnap 10 percet győzködtem a recepciós, hogy adja vissza a telefonomat, amit leadtam itt indulás előtt. Már szervezem a mosatást magamnak. Én nagyon jóba vagyok mindenkivel. A takarítónőket egyenként ismerem. Tegnap elmondtam neki, hogy nem baj, ha miután elhúzza az ágyamat egy méterre a faltól, és kiviszi a paplanomat, mondjuk 3-4 órán belül visszahozza, mert szeretnék egyet aludni, mondta, de haragudjak, hát ők ezt most kicsit elfelejtették. Csináltam egy fotót a szobáról, azt te láttad. Eltolták az ágyat egy méterre, összedobálták a párnákat össze-vissza, és ott hagyták, és elmentek. Úgy két részletbe takarítanak, nagyon érdekes, ezért megcsinálják nagyjából a porciózást, föltúrják az ágyadat, 3 óra múlva visszajönnek, csak ugye nem számítanak arra, hogy mi délelőtt ugye alszunk, vagy hát aludnánk egy órát, és akkor befejezik az egészet. Nem tudtam még megfejteni, hogy ebben mi a ráció. Próbáltam kérdezni, de nem. Mert az nem mondta, így összetúrja. Valószínű, és utána van egy ilyen kisimító szakasz. Ennyi. Igen. Lehet, hogy ezt nem ugyanaz az ember csinálja. Van, aki az összetúráshoz ért, van, aki a kisimításhoz. Bizonyám, tegnap ki is kosztattam az első borravalomat. A személyzetnek. Ne hülyes. Figyeljetek, amióta volt az a témánk. Ne legyél ilyen nagy lelkű. Mi van veled? Nem, igen. Figyelj, egy randot adtam, 22 forint. Kérdezte, hogy Bali, nem lesz sok? Mondom, szerintem nem, Jani. Adhatsz annyit nyugodtan. Volt ez a témánk egy pár héttel ezelőtt, ugye a borra valóról, és akkor a szobalányok is szóba kerültek, és hát, hogy ők nagyon keveset kapnak, nagyon ritkán kapnak, és megmondom őszintén, hogy mostanában, illetve azóta odafigyelek erre a dologra, bár azóta nem voltam még szállodában, de mindegy, szóval akkor ez volt az első a történelemben, de hogy? Adtam neki 10 randot. És hogy adtad oda? Azért, mert rajtam keresztül. Igen. Ja. Adod neki, légy szíves. Adod neki, Bali. Így van, és Bali le is vette belőle a saját baksisát. Egy 6-ot elraktam gyorsan. Mert hogy bementünk, és ugyanezt fogadott, ott ilyen ez a látvány, amit Balázs is az előbb így vázolt, hogy ott voltak a párnák, ott volt még így lehúzva az ágy, és nem tudtunk gyakorlatilag aludni. Ez már nagyon kedves volt. De legcsinek, nagyon helyes. Nagyon kedves, nagyon helyes, nagyon gömbölyű. Na jó van, egy érdekes, hogy hát inkább tulajdonképpen megdöbbentő dolog történt tegnap, és látom, hogy elég sokan foglalkoznak ezzel, mert hogy a parlament közelében egy fiatalember próbált véget vetni az életének, és egy vízibusz legénysége mentette ki, és nem sokára megszólaltatjuk ennek a cégnek a vezetőjét, aki elmondja, hogy nem volt ott pontosan, de ez hogy történik? Az egész nekem nagyon furcsa abból a szempontból, hogyha én arra gondolnék, hogy véget akarok vetni az életemnek, nem tudom, melyik útját választanám, de hogy ez Dunába ugrás, ez egy hosszú folyam. Tehát, hogy senki nem, mondjuk, ha tudsz úszni, akkor az életösztönöd erősebb. Nyilván mindenki gondolkozott már azon, hogyha egyszer ez a pillanat eljönne, akkor igen. Hogy? Nem? Ez egy feketébb napon azért az emberek eszébe jut, hogy vagy amikor hallasz egy olyan hírt, hogy valaki megpróbálta, akkor filózol azon, hogy most jól tette, vagy nem, vagy ha már ilyen állapotba kerülsz, vagy a csőlátás, stb., akkor melyik útját választan? Ez mindenki gondolkozik. Igen, csak én gondolkozom, szerintem, aki gondolkodik ezen, az nem fogja megtenni. Tehát szerintem ez egy spontán döntés, tehát például, ha mit tudom, én adás után feljönnél velem, megnézed, hogy mosok ki, teregetek ki, bent a fürdőszobában, hogy rakom ki az oknikat, valószínűleg egy spontán ötlettől vezérelve történne meg a dolog. Hát amikor csak azt szót hallom tőled, hogy teregetés, már nem akarom többet átélni ezt az élményt, és valami történne, nem tudjuk, hogy mi. Igen, erősen eszembe jut, igen, ezt gondolom. Lehet, hogy mit tudom én, beletennél tenyereidet az öblítővizembe, és beledobnád a hajszárítót. Vagy ilyesmi. Ha meglátnám az okniaidat, akkor egészen biztos, hogy ez jutna eszembe, hogy lógnak. Igen. De velem jössz, te is, te kis rohadé! De hogy mentenek egy vízibuszból? Tehát, hogy az a vízibusz egyébként, én csak olvastam éreket, ami kijön a szárazra, megy, akkor egy kicsit busz, és egyébként utána... Kicsit busz, utána egy kicsit hajó. Azt a kicsit ez hajó, a sárga igen. Színű, ami ugye közlekedik a Dunán. De szerintem nagyon... igen, bár van másik vízibusz is, amit ugyanígy hívnak. De az nem megy ki a szárazra. Az hajó. A másik az ugye az egy sima klasszik hajó, ami ilyen kiránduló csapatokat szokott vinni, és azt is szokták néha vízibusznak. De szerintem ez volt. Na most igazad van, mert ott kinyitod az ajtót, nem folyik be a víz. Na, hogy ez hogy van tényleg? Hogy mentesz abból? Hát a vízibusz ajtaja, ugye az nem úgy van, hogy gyerekek, itt most valaki úszik, szegény szeretett volna véget vetni, azért nem mentjük ki, mert ott kinyitod az első ajtót, akkor elkezd bejönni a víz, igen. Nem? Jegyeket, nincs is nagyon kalauz, igen. Vagy rejtett kalauz van, aki az utasok közé vegyülve egyszer csak föláll. Tető.
Hogy a tetőn keresztül? E, igen, hogy felmászol a tetőre. Magasabb van a vízhez képest. Nem tudod kihúzni a vízből. De, de várjál, hát hogyha elkezdjük írni egy vízibusz, akkor a tető ugye egyre közelebb kerül a vízszínéhez. Nem a tetőn kellene lenni ott a menekülés útvonalaknak? Mert ott nem működik ez a hagyományos autóbuszos, betöröm az ablakot és akkor kimászok rajta, mert ha betöröm az ablakot, bejön a víz. Nem? Na jó, akkor de akkor tetőn kell lenni. Mászni legalább. De a tetőre hogy mész föl? Visszalök a víz, nem tudsz kimászni. Igen? Ha most tegnap néztem a Gravity Tabba is az volt, bár az az űr. Ből jött le, és aztán a víz, igen, kidunk le, igen, bejött a víz, nem tudok kimenni. Aha. Most majdnem. De nem, aztán nem menekültem még vízi busz. Ne, hát figyelj, a befelé jövő víz, ez megakadályoz abban, hogy kiúszál, illetve csak akkor tudsz belőle kiúszni, hogyha már elmerült. Amikor már majdnem teljesen igen, tele van. Az meg azért, hogy hívják? Aha. Az karaj. Na mindegy, ez egy érdekes dolog. És ilyenkor gondolom, hogy a kiképzik ugye a kapitányokat, hogy kell vízből menteni. Tehát erre van egy képzés. Ugye hát ez kis géphajóra, hajóvezetés, ezt mindenhol megtanulod, hogy vízbe hogy mentesz, ugye, hogy szél alatt, mit tudom én, hogy állsz oda, hogy ne essen be az illető a hajó alá. Aha, meg hogy fogod meg, ugye, az sem mindegy. Hát hogy fogod meg, meg milyen oldalról közelíted, ugye? Mert hát nem mindegy, hogyha te mondjuk, ugye, tehát hogy honnan folyik a Duna, igen, itt van a delikvens, és te innen jössz, akkor a hajót, vagy a vízibusz rásodorja az embere, tehát mindig mögüle kell menteni, hogy a hajó az lefolyó, vagy a folyó irányába, a völgy irányába, és előtted legyen az ember, mert egyébként rá bejön a hajó alá, tehát ennek a víznek mentés, vízimentésnek is megvan a szabálya. És ha levonják az utasokat ilyenkor? És akkor megfordítod a testet? Tehát, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Csak hogy számítsak rá, hogy segítsen majd a hát téged úgy mentenek, hogy megfogná a lábadat, és a fejed még így belelógna a vízbe. Nem, megfogna, így kiemelne a víz, és kidobna a partra. Ott is hajóról mentésnél is van olyan, mint amikor egyébként vízből mentesz, hogy mögé kell kerülni. Mert hogy hát attól függ, hogy állóvíz, nem állóvíz, honnan fúj a szél, szél alól, persze. Az oké, de ugye, hogyha egyébként te bent vagy a vízben, a Balatonban is látsz egy fuldoklót, akkor ugye azt mondja mindenki, hogy ne menj oda úgy hozzá, hogy szembe van veled, mert rád kapaszkodik, és te aha, is ott maradsz. Tehát, hogy mögé kell menni, a hajós mentésnél is van hát ilyen? Hát itt nem ugranak be a vízbe. Aha, tehát te lehajolsz a hajóról, és úgy húzod. Persze, vagy mentővet dobsz neki, tehát hajóról nem úgy mentesz, hogy egy indián fejessel indítasz a lépcsőről, beugrasz. Azt hittem, mert az olyan romantikusan még. Ilyen mindjárt az Erzsébet, itt ki kell szedni. Ugye nem ugrasz, mert nem valószínűleg megpróbálod valahogy a hajót mögé vinni, hogy ne sodorjon rá a Duna, és akkor utána övet dobsz neki, és úgy próbálod meg őt kihúzni, ott szerintem nem ugranak be, azért a folyóba beugranak, főleg ott és az a hidaknál tele örvényen, ott nem nagyon ugrasz be, az szerintem. Ő van hajózva rögzítve, valami kötéllel, gondolom. Hát, hogy valaki fogja, igen. Vagy a hajózva nem, amikor bedobják. Vagy bedobják, igen. És elmennek. Aha. Még ez is lehet, csak az nem igen. Olyan jó. Na, megkérdezzük mindjárt ennek a hajószégnek a marketing igazgatóját, hogy mi történt pontosan. Galla Péter itt van velünk. Hello Péter, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello Péter. Jól tudom, hogy te nem voltál ott, ugye? Csak nyilván a legénység az, aki erre ki van képezve. Egy mentésen én már ott voltam, mert mint mentési gyakorlaton, de most valóban csak a legénységünk volt ott. Én az egészet onnan tudtam meg, hogy a rendőrségtől jött hozzánk egy telefon, hogy igaz-e, hogy mi mentünk valakit a Dunából, vagy kimentettünk valakit a Dunából. És hát akkor én még erről nem tudtam, aztán utána rögtön telefonáltak a hajóról is, hogy valóban mentettek valakit. Ez úgy történt, hogy már jöttek visszafele az útról, ott voltak a parlament közelébe a vízben, és akkor az idegenvezető kinézett jobbra, és látta, hogy a parlamentnél valaki egy nagyon szép szabályos fejessel beugrott a vízbe. Ez itt körülbelül olyan 5 méter magas egyébként a partfal, és olyan 1-2 méteren keresztül még kövek, sziklák vannak, főleg amikor ilyen alacsony a vízállás. Látták, hogy beugrott konkrétan. Aha. Igen, és kereste a kamerákat a idegenvezetőnk, tekintve, hogy ott az alsó rakparton elég sokat filmettek mostanában. Láttak ott autós üldözést, már égő autókat, de aztán nem látott semmiféle kamerát, és akkor szólt a kapitánynak, hogy ki kellene menteni valakit. Ami ilyenkor valóban úgy történik, hogy úgy áll a hajó, hogy a sodrás az nagyjából oda vigye a közelbe az embert, mert hát sodrással szemben elég nehezen jutna oda, nagyon erős a sodrása a Dunának itt ezen a szakaszon, és amikor odaért a közelbe, akkor a matrózunk kinyitotta a vészkijáratot, ahol azért el lehet, tehát jelen esetben ez vészbejárat volt, és akkor a matróz kidobta a mentőgyűrűt, abba belekapaszkodott az öngyilkos jelölt, és így húzták be a hajóba. De jó.
De nagyszerű munkát végeztetek, gratulálunk. Köszönöm szépen a legénység nevében. Az lehetséges lenne, hogy a nevüket bemondjam, akik részt vettek. Hát ha százan vannak, akkor erre kicsi az esély. Ha ez egy kisebb hajó volt, akkor persze. Ha hárman, akkor természetesen igen. Ha egy Titanic méretű hajóról mentettetek. Az idegenvezetőnket Bodor Reginának hívják, a kapitányunk Naucki Tamás volt, és a matrózunk pedig König Rudolf. Nagyon rendes. Milyen összeszokott csapat így hárman? Az idegenvezető kiszúrja. Mit szóltak az utasok, akik voltak-e egyáltalán utasok? Voltak utasok, elég szép számmal szerencsére. Ez bevétel szempontjából szerencsére, nem a mentés szempontjából. De jó. Figyelj, egy marketing igazgatónak hát, erre is gondolni kell. Pénz az pénz, ha mentünk akkor is. És hát szurkoltak, hogy sikerüljön? Ők hát szurkoltak is, hogy sikerüljön, fotóztak is, fotózták a mentést. Illetve amikor az öngyilkos jelölt bekerült a járművünkbe, akkor próbáltak neki segíteni, zsebkendőt. De jó fejek ők is. Esetleg a nevüket el tudnád mondani? Hát ha gondoljátok holnapra az utaslista van. Csak viccelünk. Mondott-e valamit az öngyilkos jelölt? Erről nem tudok, hogy mondott-e. Ki ugye azért érdekes a dolog, tudom, mert... ki volt borulva. Aha. Azért érdekes a dolog, mert valószínűleg ő ilyen figyelmeztető jelzése, tehát segélykérés. Az öngyilkosság legtöbbször azért történik, vagy úgy történik meg, hogy nem akarsz te véget vetni az életednek, csak arra gondolsz, hogy végre fölhívd magadra a figyelmet. Már sokszor ez is lehet, igen. Ez is benne igen. Van. Most nyilván, hogyha te a Dunába akarod ölni magad, akkor nem a rakpartról ugrasz, hanem mit én honnan. Meg az életösszön erősebb, szóval az a legerősebb ösztönkör, és ez felülírja az elhatározást. Aha. Tehát, hogy te beugrasz abban a pillanatban, még azt akarod, viszont benn már az életösszön előre lép, mint az határozásod, és egyszerűen ösztönből el akarsz kezdeni élni, és nem akarsz ugye meghalni. Tehát elindul egy ilyen természetes reakció. Aha. És azért bánják meg utána már a vízben, és kapálóznak, hiszen akkor olyan sokszerű állapotba kerülnek, hogy az élet ösztön erősebb, mint amit elhatároztak. És arra gondoltam, igen. Hogy hát ha mondott valamit, hogy miért csinálta. Miért? Én úgy tudom, hogy szerelmi ügy van a háttérben, de ennél többet nem tudok. Mi kivittük a vízből a rámpánkon keresztül, ahol egyébként is kiszoktunk jönni, és a mentők ott várták, tehát valószínűleg ők többet tudnak ebben az ügyben. Aha. Na jó, van, ügyesek voltatok, csak erről akartunk beszélni, hogy nem, ez jó, jó, hogy jó, hogy le a kalappal előttünk. Le a kalappal, igen. Péter, köszönjük szépen! Köszönjük jó szépen a lehetőséget, jó munkát nektek is! Köszönjük, Galla Péter, marketing igazgató, köszi, ciao, hello, hello! Na, szóval, hogy tényleg nem... kinevetve bárkit, hogy ne is írják ezt az újságot, meg nem is erről van szó, tehát abszolút sajnáljuk az illetőt, csak gondolkozol, hogy eljátszol a gondolattal, hogy a fene se tudja, hogy melyik utat választaná az ember, nem? De hogy szerintem pont a vízbeugrás, az valahogy nem. Tehát akkor ennél már vannak gyorsabb dolgok, nem? Nem akarok ilyen nagyon morbid. Igen, témát. Meg az visszafordított pont, azért, amit te mondtál, igen, a vízből, tehát hogy elkezdesz úszni. És valaki kiszed. Igen. Tehát ez tényleg valószínűleg segélykiáltás lehetett egyébként, mert hogy valaki fényes nappal forgalmas helyen. Nem? Így van. Szerintem is ez lehetett. Aki igazán úgy dönt, hogy eldobja magától az életet, az valószínűleg inkább egy ilyen magányos formáját választja, és egy ilyen, hát olyan fura kifejezésére, egy ilyen tényleg végleges és halálbiztos formáját az öngyilkosságnak. Igen, igen, az nem a Dunába ugrás választja. Igen. Én például, ha Jánost szeretném úgy beállítani, hogy ő maga nyírta ki magát, akkor most ugye vetetett egy szója tejet a Gyulával, na. 15 randér. Hogy rendeznéd meg, tessék? Én szereznék egyet 12-ért, és csak oda tenném mellé. Hát. Uh-huh. És abban akkor az én kis öreg szívem megállna. Jaj, Istenem! Három rangúztam a kutyafáját. Még kettő lenne. Igen. Igen, azért ez érdekes, hogy elhatározott, kimész, beugrasz, nem? És abban a pillanatban már megbánod, és várod, hogy kimentsenek, nem? Uh-huh. De aztán nagyon sok öngyilkos ugye haragszik arra, aki megmenti, mert hogy ő közben meg valójában tényleg meg akarta tenni. Igen. Tehát, hogy ez ilyen nem hülyén sül el, hogyha jön valaki segít, akkor nem akarod, hogy segítsen. Ha beugrasz, hogy véget vesz az életednek, akkor valaki kihúz, annak aztán lehet, hogy hálás vagy, szóval nem egy egyszerű élethelyzet. Nyilván persze. Jó reggelt, én egy hónapja próbáltam ki a Dunába ugrást a Lánchídról. Nem öngyilkosság céljából, és egyáltalán nem para. Barátom videózta, de feltenni sehova nem nagyon mertük. Uh-huh. De miért ezt, Norbi. Az a baj, hogy ezek az ötletek így elég sokban vannak ám.
Tehát, hogy itt a mentés, hát, a kikelvonulniak, stb. Igen, hát ez azért... Ez egy jó nagy marhasság. Ez egy elég nagy butaság volt, ne csinálj többet ilyet. Hatalmas örvények vannak pont a híd alatt. Tehát azt hiszem, hogy a Margitinál meg a Láncidnál vannak ilyen pillérmaradványok is, ugye, és brutális örvények. Ez ilyen ön is közbeszélés dolog is, tehát, hogy ezt inkább szerintem nem kéne erőltetni. Eszedbe jutnak csak úgy beugrani, hogy figyelj, videóz már le, hogy becsattanok. Nem, soha nem. Ez bennem soha nem volt. Ott a Tokaj környékén is van egy híd, ahonnan állandóan ugrálnak. Ott bodrog-olaszi valahol arra felé is tudok egy hídat, ott is brutális az megy, hogy ki mer onnan leugrani nyáron. És akkor az a menő, hogyha te azt megcsinálod. Hát a budapesti hídak közül ugye a Szabadság híd, az köztudomásúan nagyon forgalmas ebből a szempontból, mert hogy oda a legkönnyebb felmászni. És hát olyankor ugye le kell zárni a hidat, ki kell vonulni a tűzoltóknak, mentőknek, rendőröknek, mire lebeszélik onnan az illetőt. A legtöbb esetben egyébként erről is van szó, hála Istennek, hogy tényleg csak egy segélykiáltás az illető részéről, de akkor azért ott megáll az élet. Ő tudja, hogy megcsinálja? Vagy ő aznap egyszer csak ott van, és azt mondja, hogy na most. Hogy készül le rá? Mi a menet ennek? Tehát, hogy ő hónapokig készül, hogy ma beugrom, oda megyek és várok, vagy pedig egyszer csak azt mondja, elég volt, levetkőzik, és ugye mondják a csőlátást, tudom én is nyilván ezeket a közhelyeket, de hogy zajlik? Szerintem azonnali elhatározás. Tehát vagy készülsz rá, őrlődsz, és ezt csak beugrasz? Vagy nagyon sokat hallasz, hogy még elmegy valahogy, csinál valamit, elköszön, elindul a munkába, tehát teljesen úgy zajlik, és aztán egyszer csak a dolog megtörténik. Tehát ez hogy a fenébe lehet? A végzetes következményekkel járok, azok szerintem spontán elhatározások. Ez csak ott vagy, mondjuk ez a srác is jött, ment, és azt mondta, hogy elhagyta a szerelme, nem tud nélküle irány a Duna, és ott ment el a Duna mellett, meglátta, ez jó ötlet, beugrom. Igen. Hogyha figyelmeztető jellegű, amiről beszéltünk, hogy van egy figyelemfelhívás vágy is benne, akkor lehet, hogy az arra készülsz. Tehát erre például, hogy fölmászom a híd tetejére, és majd jönnek a tűzoltók, és leszednek, de legalább szólok valakinek ezzel, hogy bajban vagyok, az szerintem az a hosszú elhatározás. Amire Jani mondott, hogy a sikeresek, idézőjelesen mondom, tehát amik ugye elérik a céljukat, az is hülyén hangzik, de így van, azok meg ilyen adhok jellegűek, hogy egyszer csak eleged lesz, egyszer csak tele vagy, és akkor puff, megtörténik. Uh-huh. Nem? Lehet, igen. Ismerős irodaházban dolgozik, ő mesélte a történetet, jött egy SMS kolléga, bement, megkávézott, majd kiugrott az ötödikről. Tehát ezért kérdezem, hogy azért nem... Jaj. Itt a lelki folyamatok, hogy ezek hogy zajlanak, nyilván nem tudok olyanról beszámolni, nekünk lett volna. Az is érdekes, hogy egyébként az a dolog, mert ott is érzi az ember, hogy azért üzenni akart vele. Az ötödikről? Igen, mert bement azért a munkahelyére, nyilván úgy volt vele, hogy akkor lássák, tudjanak róla, stb. Picit lehet, hogy itt akkor már nem a segélykérés, vagy a segélyhívás része érvényesült, hanem az, hogy egy picit az orruk alá dörgölte. Nem vettétek észre, segíthettetek volna, mert... Aha. Ez szörnyen önző dolognak tartom egyébként, az. Szóval, hogy nyilván a családtagokkal szemben? Mindenkivel szemben. Egyrészt nyilván nem megoldás. Kettő, hogy aki megteszi, annak már nem rossz. Brutális, tehát az elfutás a problémák elől, a dolgok nem megoldása, és viselje az a terhet, tehát még okozok is egy lelkiismeret furdalást annak, akivel kapcsolatban mondjuk elkövetem, hanem munkahely vagy anyagi kérdések vezetnek odáig. Tehát szerintem a lehető legönzőbb dolog egyébként, ha ebbe több ember van belevonva. De mélységesen elítélem egyébként. És minden nap az jut eszedbe az ötödiken, hogy abból az ablakból. Minden nap. Érted? Tehát, hogy még azokkal is igen, de mondjuk a családnál azért ez még durvább. Hát ott meg tehát, hogy neki akkor már abban a formában teljesen mindegy. De mondjuk itt hagyni úgy a szeretteidet, azért, mert neked valami nem jött össze, egy olyan lelkiismert furdalása, hogy ők megmenthettek volna, vagy tehettek volna valamit, ez a lehető legnagyobb önzőség. De sokan mondják, hogy az öngyilkosok milyen bátrak. Mert hogy ők megmerik ezt tenni. Én ezt nagyon nem így gondolom. Tehát az, hogy megmer tenni, ahhoz már kell az a típusú csőlátás, amit mondjuk normális részsel az ember fel se fog, hogy már csak az oda vezető utat és a végeredményt látod, hogy abba akarod hagyni. De lehető leggyávább megoldás, szerintem. Egyébként ráadásul meggyőződésem szerint, aki ezt nem oldja meg, az vissza is kapja. Tehát, hogy azzal, hogy te elfutsz a problémák elől, azért ez baromira nem oldod meg. Abban az esetben, amikor tényleg ez a másik óra alá dörgölős történet van, akkor szerintem ott egy picit, és nem akarom őket megvédeni, de egy picit azért a környezetnek a felelősség is felmerül, mert azért nekik különböző jelekből észre kellene. Nem mindenki lehet segíteni, tehát hogy nem mindenki tudsz megmenteni azért, mert a jeleket észreveszed. Tök igazad van, csak mondom, amikor így nagy nyilvánosság előtt történik a dolog, főleg munkatársak előtt,
vagy munkatársak közvetlen környezetében, akkor szerintem ott valószínűleg észre vehették volna a különböző jeleket. Hát, és akkor nekem, nekem azért várta volna a segítőkezet, mert ha magányosan elvonul valahova, és nem akarja tényleg mindenkinek az orra alá dörgölni ezt a dolgot, akkor ott, ott az lehet érezni, hogy, hogy igazán nem hibáztak őket. Na de ha egy pillanatnyi döntés, hogy? De igen, egyrészt a munkatárs szerintem nem veszi észre, nem annyira közeliket, hogy pillanatnyi döntés, és most, most, de most nem csak a magántársakról beszélek, hanem a családról is, tehát a közvetlen környezetben. Az igen, abban igazad van, hogy a családnak van tehát benne felelőssége, hiányzik, ha nem veszi hiányzik, észre. Hiányzott a párbeszéd. Tehát, hogy amikor egy emberen nem veszed észre azokat a ráutaló jeleket, akkor az ott jelzi, hogy nem beszélgetetek eleget, nem kommunikáltok egymással. Igen, de valószínűleg akkor az, aki megcsinált az öngyilkosságot, az se jött ám oda hozzá, de családtakhoz, hogy figyelj, van probléma, nem tudom megoldani, üljünk le, beszéljünk. Egy, egyértelmű, tehát, egyértelmű. Tehát, mindat, hogy ő is, mit, és abban meg a Balázsnak igaza van, hogy ez gyávaság, mert nagyon elmenekülsz a probléma előre. Csak azt akarom mondani, hogy azokat, akik, akik utána ezzel még élnek sokáig, tehát a lehető leggyávább megoldás, szinte egyáltalán nem tartom őket bátornak. Egyáltalán nem. Nekem semmi bátorság nincs. A bátorság az, hogyha megoldod, ha szembenézel vele, a földolgozod, és azt mondod, hogy igen, ez egy élethelyzet, amiből tanulnom kell, megpróbálom megoldani. Az, hogy ebből te kiszállsz, és aztán viseljék a többiek a következményeket, hát ez szörnyen gyáva. Nagyon érdekes, én ebben nem látok bátorságot. Nagyon érdekes egyébként ugye az európai meg az ázsiai embernek a mentalitása ebben a kérdésben, mert van például Japánban, biztos hallottatok már róla, erről az öngyilkosok erdejéről, az Aoki Gaharáról, ami ahova gyakorlatilag az emberek kimennek meghalni, és ott például az a hozzáállás, ellentétben ezzel, amit te is képviselsz, és teljesen elfogadható, hogy ott azt mondják, hogy ez valahol bátorság. Na jó, de annak van egy kulturális hagyománya Japánban. Tehát, ezzel, hogy ezért mondom, hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül az volt, aki ugye mondjuk kegyvesztett lettél, akkor megfogtad a kis kardodat, megtetted, és akkor még volt lehetőséged a megtisztulásra, és arra, hogy oda kerüljél, ahova szeretnél. Tehát ott azért az öngyilkosság hagyománya egy kulturális hagyományra vezethető vissza, ami Európában azért nincsen. Tehát ott szerintem nyilván más a megítélés. Ott azt mondják, hogy milyen bátor, hogy a szamurájok is, ugye, hát ezt tulajdonképpen meg kellett, hogy tegyék. El tudja dobni magától az életet. Igen, én nem ítélem el őket, mert mondják a hajlamot is, hogy ez egy örökölhető hajlam, hogyha családban volt, akkor a bizonyított tény egyébként, hogy genetikailag ez tud öröklődni. Tehát az, hogy ugyanúgy, mint mit tudom én, genetikailag a vércukor öröklődik, ha valakinek sokszor eszébe jut, vagy volt a családban a felmenők között, aki öngyilkos lett, akkor ez ugyanúgy, mint egy kék szem, vagy egy szürke haj, vagy a vércukor, ugyanúgy tud öröklődni, tehát az öngyilkosságra való hajlam, hogy ez neked eszedbe jut, vagy gondolkozol rajta, hogy többször eljátszol a gondolattal, hogy te hogy csinálnád, az egy örökölhető hajlam. Tehát nem elítélendő ez a dolog, én csak azt mondom, hogy szerintem gyávaság. De hát ezzel nem tudsz mit csinálni, főleg a hajlamban, persze. Meg hála Istennek, és mi kívülről nézzük ezt a dolgot, egyikünk sem. Nyilván persze, úgy beszél hajlam. Az ember valamiről, persze, hogy azért ezt nehéz megítélni. Én elmegy gyanútlanul ebbe a kertbe sétálni, és akkor ott három ember éppen hason szúrja magát Japánban, mert mondd már meg majd a készülök Japánban, hogy a gyereket ne vigyen, mert ez így kell elképzelni, hogy kimennek, ott üldögélnek, és akkor ott két vatta cukor között egyszer csak nem. Ez egy viszonylag távolan a településektől, ez egy erdő, és ide kivonulnak, és akkor itt különböző formáját választják. És szólsz, hogy te oda kimentél? Tehát, hogy jöjjenek? Nem, hát sok esetben vagy nem találják meg őket soha, vagy pedig így az erdőről egyébként köztudat, így is hívják, a helyiek is így hívják, és rengetegen. Általában egyébként a maradványokhoz sem nyúlnak hozzá, ott is hagyják. Osztálykirándulást tudsz igen. Szervezni. Most idézőjelben mondom tényleg, hogy érdemes megnézni néhány képet róla. Csak, hogy többet tudjunk Japánról, tehát mondom, milyen szempontból. Kulturálisan. Tudom, ismerlek annyira, az első lenne, amit meglátogatnál, az ez az erdő. Egyébként. Már utána néztem. Én ezt egyébként tudom. Tudom, egyrészt messze van, japán, sokban van, de hogy az elsőben azt mondja, kimegy ide, kimegy oda, kinézi meg, elszíjani meg, vagy piros esetnyel botorkálna az erdőben. Nem, ez nagyon morbid lenne, nem, ide nem is lehet. De érdekel, hogy nem? Persze, mert Japán érdekel, tehát hogy a japán lélek érdekel, de ebbe az erdőben nyilván nem megy az ember. Megmondom őszintén, nekem például életem egyik leghátborzongatóbb és visszataszítóbb élménye az volt, amikor én nagyon tisztelem ugye az elhunytakat, és az emléküknek az ápolása is szerintem nagyon fontos, és egyszer láttam egy múzeumban egy olyan jelenetet, hogy egy házas pár, papa, mama plusz a gyerek, álltak egy ilyen rekonstruált sír előtt. A rekonstruált sírban igazi csontok hevertek, és azzal szórakoztak, hogy 20-asokkal próbáltak beledobni a szemüregbe. Az egyik anyának a szemüregébe. És amikor sikerült, megdicsérte a gyerekét. Ez lán, igen. Ezt láttad? Vagy? Igen. Jó, igen. Azt hiszem, talán Zalaváron láttam, nem biztos. Nem, azon azért érdemes lenne elgondolkodni, mi vezet odáig, hogy a statisztikák elején vagyunk. Tehát, hogy azért ez egy genetikai hajlam Magyarországon, egyfajta mentális zavar,
talán az első vagy a második helyen vagyunk ebben is. Uh-huh. Tehát minden negatív statisztikában sajnos elő vagyunk, de nézeket, talán a litvánok vannak legelől. De hogy mi az oka annak, hogy a magyar még mindig úgy gondolja? Vagy hogy ebben megtalanság. De lehet csak erre nem fogni? Szerintem ugyanaz. Nem, szerintem lehet. Nem. Ha megnéznénk egyébként a érdekes lenne egy statisztikát látni, hogy miért csinálják. Tehát, hogy mi az ok? Én nem vagyok benne biztos, szerintem sokkal több tehát öngyilkosságot szerintem olyan ember követel sokszor, vagy legtöbbször, aki lelkileg sokkal sebezhetőbb, szerintem nem az egzisztenciális motiváció vezet, hanem sokkal inkább az érzelmi labilitás. Tehát az a párkapcsolat, a fel nem dolgozott dolgok, szerintem nem az, hogy nincs kiút. Nyilván van ilyen is, persze. Látszatoknak mondhatod az egzisztenciális kérdéseket, de annak is, ugye azért leszel öngyilkos, mert nem tudod feldolgozni valamit. Persze, tehát nem, hogy a hajlam benned van. Nem tudsz keresni rá megoldást, nem tudsz kilépni belőle, gondolod te ezt, de hát azért megoldások nagy általánosságban mindig vannak, mondjuk 90%-ban mindenre. Tök igazad van. Mi az oka? Ebben a pillanatban pont azt érzi. Hát igen, ugye, elnök az állás, fizetnie kell 1000 felé, ott van 2 gyerek, ott van a feleség, és az egész helyzetet megoldhatatlannak érzi. Nem, meg azt is érdemes lenne megnézni, hogy ha öngyilkosság a vége, akkor tulajdonképpen ahhoz lehet egy hosszú depresszió. Tehát, és ha ebben vezetünk, akkor azért ez valószínűleg egy depressziós ország vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogy a hirtelen elhatározás az egyik, de a másik egy hosszú útnak a vége, ami lehet mondjuk hosszú-hosszú hónapokon keresztül egyfajta önmagadat őrlő depresszió, és annak a végén jutsz el oda. Tehát azért ez szomorú, hogy ebben elsők vagyunk, vagy talán másodikok. Gondoljatok bele, hát igen. Akkor hány ember vett véget önkezően az életének évről évre Magyarországon, ha az Európai Unióban másodikok vagyunk ezen a listán. Ez nagyon-nagyon sok. Érdekes, nagyon sok. Ha mondjuk ezt az egzisztenciális bizonytalanságot, akkor marha érdekes megint a kontraszt, például Finnországnak az esete, ahol szintén rettenetesen magas, mondjuk az öngyilkosságok arányát, miközben ott azért egzisztenciális bizonytalanságra nem lehet fogni a dolgot. Én ezt mondom, hogy szerintem nem ez az. Lehet, hogy országonként ez változó, meg kultúránként változó. Igen, nagyon sok SMS jött egyébként, még szemezgetünk az SMS-ekből, van, aki saját tapasztalatok, úgyhogy jövünk mindjárt. Előtt azonban hírez. Jó, meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Lehet jelentkezni Óven bácsira, Berú nénire, mi pedig jövünk a hírek után. Money Show! Ibilawa! Lafika! Tatisere! És most kapcsoljuk Dél-Afrikát! Így van, 3:48 van, itt is pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézem, hogy otthon milyen az idő, és azt látom, bár tegnap is sokszor elsütöttem, aztán írtak, jelítsa már le magam, mert hogy esik az eső éppen. De én próbálom bennetek tartani a leket, tényleg mindenféle hátsó szándék nélkül. Én azt látom, hogy péntek szombat 23-25, legalább ezt mutatja az én kis okos telefonom, aztán vasárnap 24, jelen pillanatban jobbára felhős, de jön az indián nyár, vagy már ott is van, most 11 fok van Budapesten, az még talán nem annyira erős, nem de jó idő lesz. Jó idő lesz. Klasszik hűvös reggel, és aztán tényleg a szép indián nyár, ami vár mindenkire otthon. Higgyetek benne, hogy lesz 24 fok jövő júniusban. Így van, lőrinciek, véreim, tartsatok. Így van. Egy kicsit komolyabb a témánk, ma reggel nem leszünk egész végig ilyenek, csak beszéltünk ugye egy vízibuszos cég marketing igazgatójával, és aztán arról kezdtünk beszélgetni, hogy vajon mi vezet odáig, hogy az ember megteszi, hogy öngyilkos legyen, mert hogy tegnap kifogtak egyet a Dunából, egy fiatal srácot, hál' Isten, úgy néz ki, hogy sikerült megmenteni, talán nem teszi meg újra. És az ember ilyenkor akarva akaratlanul elgondolkozik, talán nem túl vidám, néha belefér, hogy kicsit komolyabb témákról beszélgessünk, hogy miért állunk mi a statisztikák élén, hogy mi vezet odáig, egyikünk sem érintett benne, de mindenkinek van erről véleménye, és szerintem kell, hogy az ember érintett legyen, mert nyilván nagyon sok mindenről gondolkozik az ember, ahogy mindenki más is, annak ellenére, hogy a családjában mondjuk, hál' Isten, kopogjuk le, nem történt ilyen, de ha elolvasol egy ilyen hírt, ha kicsit érzékenyebb vagy ezen történésekre, akkor elgondolkozol, hogy megtennéd, nem tennéd, miért teszed meg, van-e az az élethelyzet, hogy megteszed, ha megtennéd, hogy tennéd meg, szerintem egyszer legalább ezen mindenki gondolkodott, főleg amikor azt hallott, hogy a szabadsághídra mászott, hol beugrott, leugrott, sikerült, nem sikerült. Ugye? Hogy érdemes azért ezen elgondolkodni. Ráadásul tényleg szóródók a statisztikák. Tehát az ember, amit olvas, hogy a másodikok vagyunk, azért ennek is kell lennie egy mentális oknak, hogy miért beteg a magyar lakosság ebből a szempontból. Hát nem tudjuk feldolgozni a problémákat. Igen, nem merünk beszélni róla. Szerintem. Igen, sok SMS jött nagyon. Azt írja valaki, hogy Czeiser Endre végzett kutatást is bebizonyosodott, hogy az öngyilkosság nem genetikai hajlam, hanem rossz családi minta. Több előadás is van erről a neten. Hát legalább ennyi előadás van. Például az egypetélyű ikreknél, hogy hajlam lehet, ha az egyik megteszi, nagy eséllyel teszi meg a másik. Aha. Is egyébként teljesen függetlenül az egyiktől, tehát hogy genetika hajlam is tud lenni. Mátyás király halála óta a rossz oldalon állunk, nem csoda, hogy depressziós a magyar, és még csak most jön a román meccs, ezt Ede küldte nekünk, igen. Ja.
Szerintem nem anyagi, hanem szerelmi bánat a vezető ok, és talán ez azért van, mert nem tanítjuk meg a gyerekeket, hogy dolgozzák fel a kudarcaikat. Ani írta, ez is egy érdekes hozzászólás. Az édesanyám háromszor kísérett meg öngyilkosságot gyermekkoromban, ez megerősített abban, hogy én soha nem tenném. Na itt a pont az ellenkezője. Ezt Éva küldte nekünk. Az édesapám megpróbálta, nem sikerült neki, nekem eszembe se jutna soha, egyébként 26 év után a válás miatt tette. Nincs igazatok, a család se veszi észre, és pont emiatt a vélemény miatt szenved az ítélkezéstől az egész család, sajnos saját tapasztalat, hogy nem vettük észre, mi sem. Igen, nem biztos szerintem, hogyha jó a kapcsolat, akkor is észreveszed. Tehát, de az észrevevés az akkor működik, hogyha egyébként a családban olyan a kapcsolat mindenkivel, én nem, hogy el tudsz mondani dolgokat, érted? Szerintem tehát, nem, én ezt nem így látom. De az az ember, nem aki megtette az öngyilkosságot ebben a családban, és a család nem vette észre, annak az embernek baj volt a kommunikációjával, mert nem mondta... Nem feltétlen így. Szerintem azért ezek az érzelmi dolgok sokkal árnyaltabbak. Hát de nem szólsz senkinek, hogy bajod van, inkább öngyilkos leszel. Szerintem ez azért árnyaltabb, mert ez a legbensőségesebb kapcsolatokban is, családi kapcsolatokban is lehet olyan, hogy valaki valamit nem mond el. Miért nem mondja? Egyrészt szégyeli. Kettő, nem meri elmondani. Három, úgy érzi, hogy nem értenék meg. Négy, úgy érzi, hogy kirekesztenék. Tehát, hogy nem lehet mindent azzal megbeszélni egy kapcsolatban, hogy ha nem mondasz el nekem valamit, akkor a mi kapcsolatunk nem jó. Ennél az emberi kapcsolatok szerintem sokkal bonyolultabb. Tehát, hogy persze, hogy nem mindig tudja meg, azt gondolja, hogy nem értenék meg. Már nem tudja elmondani. Elhatárolódnak tőle, elfordulnak tőle. Tehát, hogy nem... Lehet az emberi kapcsolat hiánya, de nem feltétlen a család hibája az, hogy ezt a dolgot nem vesz észre, ráadásul ezek a típusú emberek sokszor titkolóznak. És egészen váratlanul teszik meg, hogy írják például itt, hogy olyan problémád van, amit nem tudsz megoldani, én pánikbeteg vagyok, sokszor eszembe jut maga az öngyilkosság, nyilván nem teszem meg, de az elme nagyúr, és azt tesz veled, amit te akarsz, írja egy hallgató, illetve a másik, hogy a család sem veszi észre, mert hogy nálunk is volt ilyen, igen, és bezárkózott, saját tapasztalat, hogy nem beszélt róla semennyit. Igazából, sőt, teljesen normálisan viselkedett. Nagyon sok ilyen SMS van. Na most, ha mi egy családban mondjuk, és én azt látom rajtad, hogy teljesen normálisan viselkedsz, akkor nem kezdenek el foggatni arról, hogy valami nem, baj van. Nem gondolkozol az öngyilkosságról? Igen, tehát nyilván nem. Igen. Sógorom Velencében leugrott a Sóhajók hídjáról. Comnyaktörés szenvedett. Egy gondolára esett. Ezt István küldte nekünk, igen, hát az még ráadásul szerencsétlen. A kidolgozással voltak gondok. Igen, tervezés is. Tervezés is volt, nem tudom, hogy ez így az SMS. Igen, vidéken sokan kútba ugranak például. Na jó, oké, lezártuk ezt a témát, csak jött egy-két hozzászólás, amin azért érdemes elgondolkodni. Igen, kell ezzel foglalkozni szerintem, mert valami oka van tényleg, hogy ezen statisztikákat is szintén vezetjük. Azért ez nem egy jó helyzet. Na, vidámabb témával megyünk tovább. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk. Ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, srácok! Sziasztok! Jabú! Hello, Bálint! Hello, Bálint! Jó reggel! Baumi! Az is jelentsen ez bármit. És igen, Bálint, honnan hívsz minket? Békés Csabán vagyok jelenleg. Békés Csabán? Milyen idő van? Igen, mondj valamit Békés Csabáról, hogy szikrázó hány fok van, milyen idő van. Szikrázó napsütés van, nincs köd, 5 fok volt reggel, úgyhogy nagyon szép időnek nézünk mi a isébe. Ne bugjon így van. Az jó, akkor egy klasszikus indián nyár, nem? Igen. Napközben, úgy értem, hát októberben reggel. Persze, októberben reggel már ne nagyon várjunk meleget, de a nap az még szép lehet. Mit csinálsz, Békés Csabán, mivel foglalkozol? Egy cégnél ilyen back office munkát végzek, számítógépen pecsegem a billentyűket napi 8 órába, vagy 9-be, vagy 10-be, ahogy éppen esik. Amennyit kér a főnök, világos. Hát, irod, vagy igen. Monoton? Monoton nagyon? Monotonnak monoton, de már 6 éve nyomom, úgyhogy bírjuk az igát. Egy gyönyörű szelet vastag kolbász szeljél le, és edd meg a tiszteletemre, mert belepusztulok. Az enyém már elfogyott, amit hoztam. Jó délután, egy jó Csabait. Egy jó Csabait. Világörökség része. Te kedvedért megteszem. Köszönöm. Egy hete vagyunk kint, és tegnap jutott eszembe, hogy na most kezdtek úgy eljönni már így a honvágyjal kapcsolatos dolgok egyre jobban. Már egy íz, már valami a kis megszokott dolgait, hát ez 5 hét után szerint csavarodni fogunk a függönyön konkrétan. Már egyre többször tudod, jön a gondolat. Kolbász fesztiválra?
Én megyek, én minden évben ott vagyok, hát a fiatalokat nem lehet oda engedni, mert ezek, te figyelj, a Jani, ahogy belevetné magát a nyers húsba, hogy végre. Igen, ezért nem viszem a Janit. Nekem egy jó primadonna kocka hiányzik Erzsébeten. A kis kedvenc cukitból. Na jó van, figyelj, bár én mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beru néni. Jó, azt hallod először, ez még kevésbé fontos, tehát ugye minden reggel csinál ez a két kis helyes idős ember valamit, mutatjuk, figyelj. Ó, a kis Lukkal valami gyermektáborosztatáson vannak, nem? Elvitték valahova. Igen, népszerű. Igen. Vagy csak csillagászati táv. Vagy csak egy valaki kapott vattacukrot, és a többi gyerek kezdi felhúzni magát. A kis Luka kivételezett, hogy kapott vattacukrot, a többiek idegesek. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Bálint, egy rövid részlet jön. Na, 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 na. Ó, hát igen, 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 igen. Jó, elfogadjuk. Ennyi. Igen, jó volt. Egy jó kis, egy jó kis Cher. Hihetetlen. Nem csak a kolbász szereted, a Cher-t is. Egyébként Cher fesztivál is van még kis Csabán, tényleg. Cher is csülök. Jó, igen, egy jó Cher. Egy jó kolbász és egy jó Cher. Igen. Nagyon jó. Jól van, Bálint, ügyes vagy, nem is vettünk ki semmit. Nem, hát reméltem is. Még tehettek még bele valami pluszt is akkor onnan kintre valamit. Jó, vagy cseszél le bennünket, tényleg, de figyelj már. A Jani mondjuk igen, ami a pulcsit küldhetne, már úgyis osztogatja ott kint, úgyhogy nincs rá szüksége. Aha, igen, miután Balázs ugye kiadja az utást, tudod. Hát oda neki a pulcsidat! Igen, jó, én mindent elosztogatok, ami nem az enyém, igen. Bálint, köszi a játékot, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Megvan az egész. Köszönöm szépen nektek. Köszi, ciao, ügyes voltál. Hello, Bálint, ciao. Hello, hello. 6:30 pontosan, 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bávoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. 8 óra múlt, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek otthon Magyarországon is, itt Dél-Afrikában is. Hello Feri, hello Jani, Bauni, mindenkinek jó reggelt. Jövünk, megyünk szállodai szobából kibe, rögtön az a stúdió, megnézzük, hogy mellettünk alszanak-e, még alszanak, egyébként nem tudom, hogy füldugóval, vagy bármi mással, de hogy itt mellettünk nem ébredtek fel, az isteni csoda. És hát elindult az élet itt a szállodában is, és ahogy látjuk Magyarországon is, egyébként többek között például a Balatonfűző végén akaratja felé mérnek fehér Skodából, ezt Géza küldte nekünk. M3-as bevezető hatalmas dugó, ez lassan olyan lesz, mint a 10-es út, nem? Tehát ott átjutni a Szerencs utca felé, az most már minden reggel megjön nekünk, hogy folyamatos dugó van. Köszönjük szépen, aki tud, az kerüljön. Ez is SMS-ben jött. Kőbányán az éles saroknál nem működnek a közlekedési lámpák, és igen, emiatt kisebb dugó van. Szép napot kívánok, Geszter Eszter, köszi. M7-es 42-es kilométerénél, mint minden reggel ma is. Úgy néz ki, hogy drága fotók készülnek, úgyhogy mindenki figyeljen. És a 8-as úton Veszprém előtt Várpalotánál is mérnek. Ezt Kata küldte nekünk, ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen! Tegnap fölvetettünk egy nagy problémát, a szúnyog inváziót, és ti kérdésre választ akartatok kapni, mivel mi beszéltünk róla, ezért az interneten milyen érdekes. Elkezdték ezt nyomozni. Tóth Béla szakértő, nem tudjuk, hogy miben szakértő, de ennyi van, Tóth Béla szakértő megadta a választ. Amíg nappal 20 fok van, és sok a lappangó tócsa, igen, addig van szúnyog. Ha majd nem lesz 20 fok, nem lesz. Aha, tehát nem halnak ki. Igen, nem ez halnak az oka. Ki, és most már nem lehet ugye tudni, hogy honnan jönnek. Minden kis tócsában van szúnyoglárva, ezért van szúnyog. A lappangó, igen, mert ugye tegnap beszéltük, hogy honnan jönnek még Pesten a szúnyogok, ugye, mikor este már azért meglehetősen hideg van, miért nem halnak már meg, mikor kijöttünk, vagy azelőtt olyan szúnyoginvázió volt, ami egész nyáron nem volt egyébként, pedig hát azért lappangó tócsa volt nyáron. Hát volt, hogy nem is, igen, van. Tóth Béla szakértő azt nem mondta, hogy nyáron miért nem voltak, azt most mondja, hogy ha majd nem lesz 20 fok, és nem lesz lappangó tócsa, akkor vége a szúnyogoknak. Ezek a rohadt lappangó tócsák, nem? Ugye? Ezek megkeserítik az ember életét. Ugye, ha már szúnyog, mondd már meg, tényleg komolyan, tudom, hogy reggel beszéltünk erről két mondatot, de mondd már meg, hogy mivel lehet egy békát elkergetni az ablakom alól. Tényleg, tehát te vidéki vagy. Akkor tényleg. Mi megettük őket új kígyós. Ti ott gyerekkorotokban, amikor a zenéltek az ablakok a békádat, mit, vagy az ablakok a békád alatt, vagy a békák az ablakok alatt, mit csináltál? Nagyon egyszerű. Mit kell csinálni? A rántott csirkecombot. Egyrészt, vagy illetve békacombot, ez volt az egyik módszer, másrészt meg bennünket nem zavart, mert ugye a disznószak az elnyomta azt is, meg a röfögés. Igen, volt nála rosszabb is, az volt elő. Komolyan, ez.
Én megbolondulok, gyerekek. Én három éjszak alatt ebbe beleőszültem. Ez biztos, hogy béka? Az. Ez is lehet, hogy béka? A más a nyelvjárás, mint valaki a fonde béka. Valaki berakott egy effektárat az ablakom alá, és ezt nyomja a kiszúrásból? Aludjál így. De ez hol brek? Én meg akarom ölni. Én minden este kimegyek, lenézek, dobálok kövek, meg akarom ölni. Ez így szól. Ez brek, csak sismául beszél. Ja, tényleg. Ez egy fura afrikai dialektus akkor egyébként. Akkor az volt az altamos csattanási éjjel kettőkor, amikor az írosztat kidobta. Én már vitatkozom velük, mint egy idősebb bácsi érődő, hogy miért nem takarodtok el az ablakom elől, miért nem mentek át a Janihoz, miért nem mentek át a Ferihez, nektek merre néz az ablakotok, neked pont a másik irányban, nekem ugye a recepcióra, igen, és a recepció mellett van egy tó. Neked merre néz? Nekem erre néz, csak én fönt lakok a tetőn. Te fönt laksz a tetőn, tehát kivételesen nem te nyaltad be ezt a történetet, hanem hogy én. Hogy nem most véletlenül úgy alakult, hogy az én szobám néz a legcsendesebb része. De tényleg, hozzá vagyok szokva, hogy ezeket mindig te nyalod be. Figyelj. Hogy én nyugodtan alszom, te meg valami miatt bosszankodsz. Mi van? Ezt nem akarom, hogy ez itt Dél-Afrikában felboruljon. Én szeretem egyébként, hogy általában olyankor szoktam benyalni, amikor te érsz előbb a recepcióra. Melyik a legrosszabb szoba? A kicsinek adjátok. Lift melletti van. Komolyan már mondom is, János vadon. Valaki nézzen utána. Drága hallgatók, segítsetek nekünk. Kicsi barna méretű a béka, megnéztük. És tenyérben elfér. Tehát ez a döbbenetes hang egyébként nem egy nagy békából jön elő, és olyan éles, olyan bántó, hogy meg fogom ölni. Uh-huh. Meg fogom ölni azt a békát. Ma este biztos, hogy megkeresem. Kérd el a Jani füldugóját. Tehát van nála, valami öncsém ám forró volt a fülemmel. Van füldugom, tudok adni viaszost is, meg sima a munkavédelmet. Az jó az én fülembe, vagy ez a te füledre külön nyomtattál? A viaszos mindenkinek a fülébe jó egyébként. Uh-huh. Tényleg. Azt hiszem, hogy külön csináltattál a füledre, levetetted a mintát, és elmentél külön csináltatni, mert te vagy annyira beteg, hogy ezt megcsináltad, hogy figyelj, ezt a külön füldugod van. Az egyik prémium minőségű. De olyan nem akarok füldugóval aludni, az az elmúlás egyik jele, annyira bácsi, hogy füldugóval alszol, úristen, mi lesz a következő, hogy... Az, hogy kijársz pisilni négyszer éjszaka, mondom, hogy mi a következő. Igen, és bebugyolálom a lábom egy melegkötés, mert fázik készek, én nem akarok füldugóval aludni, az az elmúlás egyik, Jézus, az bácsi. Indulj velem a tatásodás a rögös útján. Jó, akkor most lefekszem csak hanyat, és berakom a füldugómat. Ez szörnyű ebbe belegondolni. Te figyelj, tényleg. De én azt nem értem, hogy mind csodálkozol. Évek óta együtt dolgozunk már, és ez a béka is körülbelül olyan, mint én. Nem? Nem túl gusztusos, kicsi, és nagy a pofája. Igen. Nagy a pofája, nem túl gusztusos, idegesítő. Igen, és nem tudom. Egyszer nem tudom őket elpusztítani. Ma megkérdezem a recepció, hogy mivel... Etest. Azt akarom mondani, megkérdezem, mivel etetik őket. Azt hiszem, hogy barátkozni akarok. Elcsalom őket. Vagy megfogok egyet, és berakok egyet a szobádba. Egy hallanád a kurúcsolás. Egyébként. Azért az menő lenne, berakni egyet a szobádba. Ha egy kézzel lennézik hajnal kettőkkel, és tudod, hogy hallanám, hogy valaki egy rettenetes erővel ás. Tudod, az én ablakom alatt. És hogy átköltöztetnéd őket esetleg oda. Egy ilyen kis rögtönzött tavacskába. Ezt mondom, egész tavat. Én fogom az egész tavat, és Ferivel felszivatom az orrába. Igen. Oda megy Feri, és szív fel, fegyel a sok sást! Fizetek neki valami dupla rumot itt a Skybarban, a szállodával szemben, és megmondom, hogy köpje ki a kis begye a te szobád előtt. Uh-huh. Valami legyen. Nem, megbolondulok. Az a baj, hogy a lényeget nem fogja kiköpni a Feri, mert úgy működik, mint a bálla, hogy átnyomja majd a vizet a fogain keresztül, és a sűrűje bennmarad. Milyen a gólya hangja? Kelep. Ha oda megyek a tó el, és elkezdek gólyát utánozni, nem mennek el? Idáig nem jönnek el a gólyák szerintem. De nem baj, hogy a béka hülye, hát el tudom vele hitatni. De nem ismeri, na de genetikailag kódolva van, nem? Nincs benne kódolva, vagy félni kell a nagy csőrű madártól? Né, a gólya, gólya biztos nem. Mitől fél? Nehogy már egy béka legyen itt a csúcsragadozó. Te egyébként akkor bemászom a bokorba, vagy leteszek két kígyóbört a békák mellé, hogy lássák meg. Megőrülök tőlük, tényleg. Komolyan. Ez egyébként a dél-afrikai karmos béka, most ránéztem, mert karmos esküszöm, itt van dél-afrikai karmos béka, így hívják, és halat eszik. Tehát ha át akarod csalni őket a másik tóba, uh-huh, akkor halat vigyél, kis halat. De piranyát, mert akkor rosszul jár. Akkor viszont igaz, megeszi a békát. Figyelj, de tényleg ne, semmi túlzás, jó? Tehát, hogy ne az legyen, hogy valamelyik nap arra kelek fel, hogy éppen mész ki egy ilyen 30 méter hosszú hosszabbítóval, meg a hajszárítóddal, hogy beledobd a tavacskába, jó? Nem akarok magyarázkodni. Nem, én nagyon toleráns vagyok. Én nem vitatkozom a híradóval, nem asszom füldugóval. Nagyon sok mindent elviselek, de ez most már kezd kiborítani. Na jól van. Egy érdekes témára bukantunk, amiben már bele is vágunk. Rasszista előítéletre figyelmeztet az egyik elektronikus portál, mert szerintük a Tom és Jerry rajzfilm rasszista előítéleteken mutatja be a fekete házvezetőnőt, és kiderült, hogy most már egyébként odaírják a Tom és Jerry részek elé, hogy hát bizony vigyázni kell, mert hogy ugye hát tartalmazhat, vagy tartalmaz rasszista elemeket.
Ugye ott volt ez a fekete házvezető, ha emlékeztek rá, akinek igen. soha nem mutatták az arcát. Így van, csak ugye? Lefelé láttam. Bizony, aki számomra az egyik legszimpatikusabb szereplője volt a sorozatnak, hiszen rend a lelke mindennek alapon. Gyakorlatilag ő csak akkor került konfliktusba a két főszereplővel, amikor valamiféle zűrt csináltak a lakásba. Nekem ő tökéletesebb jött. Én nem éreztem ezt, hogy bármilyen szinten is alacsonyabb rendű lenne, mint a másik két főszereplő, sőt. Szerintem egyébként a táplálkozási lánc csúcsában ő állt legfölül. De mitől lenne ez akkor rasszista? Színes bőrű volt. De hát ő terrorizált az állatokat, nem őt terrorizálták, nem? Nem terrorizálta a házvezetőnő. Ő terrorizálta a macskát állandóan. Már abból a szempontból, igen, ugye, mert a macska rosszat csinált. Igen, amikor balhéztak, akkor mindig rendetlenség lett a lakásba, összetörtek mindenféle dolgot, és ettől kikészült szegény házvezetőnő, illetve takarítónő, és ez tökéletesen értett. Tehát akkor azért rasszista ez a sorozat, mert ugye a macska meg az egér ugráltatta a házvezetőnőt, aki egyébként fekete volt, és ezért állandóan csinálnia kellett, és a fekete, akkor viszont ez így rasszista, hogy egy fehér egér meg egy fehér macska ugráltatja a fekete házvezetőnőt? Ó, ez kicsit túlmutat. Nem, csak próbálom belegondolni. Egyébként ez Amerikában történt, és ugye azt írják most a Tom és Jerry epizódok előtt, hogy rasszista előítéletekre figyelmeztet. Uh-huh. Tehát, hogy ezekkel számoljunk le, és ezeket számoljuk föl. Tehát, majd elindul a Tom és Jerry, ezt egyébként az egyik kábel szolgáltató teszi most akkurátosan minden Tom és Jerry elé, hogy rasszista előjelek vannak ebben a kis sorozatban, és mindenki figyeljen erre oda, mert hogy ők ezzel szeretnének egyébként leszámolni. Hát én meg a macska kedvelők, meg macska barátok nevében kikérem magamnak, hogy a Tomot folyamatosan hülyének állítják be. Mert hogy ő az egyébként, mint aki a rövidebbet húzza a macska egérharcból. Ő full hülye. És én meg ezt kikérem magam, a macskák egyáltalán nem hülyék. Nem azok, mi? Nem, így van. Nézd, ha mondjuk én ilyen előítéletekkel foglalkoznék, és mutatnának állandóan egy fekete, nagyfenekű, gonosz nőt, aki terrorizálja az állatokat, én is felszólalnék. Egyrészt hol a feje? Tehát nincs, hogy 300 részben egy nőnek nincsen feje, nem? Jó az ötlet, a sima bőrűnek sem mutatták. Opsi, jó, de hol vannak a mellek? Nem, a melle még látszik néha. Igen. De a melle egyébként látszik, de hogy a fejét soha nem mutattátok. Egyrészt fej nélkül mutatták ugye ezt a fekete háziasszonyt. Kettő, néhány Tom és Jerryben egyébként narancssárga a lába, tehát azért itt már vannak ilyen átvett, hamisított Tom és Jerrykot, azért ez elég érdekes. Harisnya van. Vagy harisnya van rajta, igen, mert a karja közben nagyon fekete. De hogy, tehát én egész egyszerűen nem értem, szerintem ez túlzás, nyilván. Aha, de akkor valószínű ez van, hogy a Tom és Jerry az, aki rasszista. Aha, mert ők ugráltatják, igen. Ők ugráltatják. Igen. Azért ez egy komoly előítélet, nem? Hát ez nagyon komoly. Én szerintem így cirka 384 Tom és Jerryt láttam eddig életem során. És milyen a házvezető nőt színes bőrű? Tessék. Figyelj, na, ugye? A legkevésbé se érdekelt és jutott eszembe soha, de tényleg nem. Hogy itt bármiféle ilyesmi, ilyen dolog lehet a háttérben. Egyáltalán nem. Sőt, mondom, én egy picit így kikértem magamnak, hogy mindig Tom húzza a rövidebbet. A háziasszony még tök szimpatikus volt. Annak ellenére, hogy sose láttuk a fejét. Igen. Hát, talán jobb is nekünk. Igen, nehéz elképzelni, igen. Azon gondolkoztam csak, hogyha ugye neki házvezetőnő volt a foglalkozása, ugye? Tehát házvezetőnő volt, takarítónő volt, ugye? Igen, és adatrögzítő, de azt nem mondták. Ritkán mutatok, hogy leült egy Mac-kelé, és akkor ott elkezdett adatot rögzíteni. Hogy ha még neked ilyen munkád van, és ez egész onnan indult ki, hogy az Amazon azt mondta, hogy ezért rasszista elemeket tartalmazhat, és ezért felhívja mindenkinek. Ő egy harcos hölgy? Nem. Hogy ugye egy olyan munka, amivel te előítélettel rendelkezel. Tehát azt mondod, hogy a házvezetőnő, aki ráadásul fekete, akkor ez rasszista elemeket tartalmaz. Hogy akkor nyilván mindenki fejében élnek azok a foglalkozások, amivel kapcsolatban neked van előítélete. Vagy vannak sztereotípiáid. Vagy sztereotípiáid vannak. Minden hentes dagat. Cáfod meg. Én nem láttam még sovány hentes. Van egy csomó. Ők még a kezdők. De nem is erre gondolok, hanem hogy hány olyan foglalkozás van, amit te úgy végzel, hogy az emberek többsége gondol rólad valamit. Mert szerintem baromi sok. Tehát az olyan típusú foglalkozások, ahol te neked úgy kell munkába menned, és hosszú-hosszú éveken keresztül csinálnod azt a bizonyos munkát, hogy az emberek nagy többsége határozott képpel rendelkezik arról a foglalkozásról, és gondol rólad valamit. Bunkó vagy, büdös vagy, ápolatlan vagy, hogy neveletlen vagy, hogy úgy bánsz az emberekkel, hogy átvágod őket, hogy te biztos hazudsz. Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Hogy az emberek nagy többsége szerintem, vagy legalábbis egy jelentős többség, olyan munkát csinál, amiről a többi ember egyébként gondol valamit. És azt hiszi, hogy ha én beülök hozzá, ha ő elvisz engem, ha tőle megveszek valamit,
vagy beülök az autójába, vagy mit tudom én, milyen foglalkozások vannak, mi majd mindjárt összeszedjük, akkor biztos, hogy ez történik velem. Így van. Nem? Aha. Ez egy érdekes dolog, és te próbálod ezt felszámolni, mert te mondjuk normálisan végzed a saját munkádat, de vannak bizonyos emberek, társaid, akik okot adnak az előítéletekre. És ha például egy 3 diplomás ember jelentkezik nálad takarítónőnek, nagyon jó. Szerintem a takarítónőknél még kevésbé vannak az előítéletek. De akkor arra azt is mondod, hát itt ugye a házvezetőnő az a példádban. Az igen, de nem, szerintem rájuk kevésbé lehet sztereotípiákat mondani, tehát mondok egy-két foglalkozást. Mindjárt, hogy mire gondolok. De hogy össze kéne szedni azokat a foglalkozásokat, és írjanak nekünk olyanok, akik az ő szakmájukban ezt kifejezetten érzik, hogy előítéletekkel állnak az emberek hozzájuk. A legnagyobb közhelyeket tudom mondani, de aztán mindenkinek elindul igen. Majd úgyis az agya. Hát Tibi szerint például ugye a minden benzinkutas úgy beszél, hogy De igen. De azt nem mindenki csodálkozik, hogy beáll a kútra, és egyébként teljesen normálisan beszélnek szépen artikulában, magyarul, ahogy kell. Na, szedjük akkor össze. Ott vannak például ugye a portások. Bizony. Igen. Vagy a BKV ellenőr. Vagy minden a portás kiskirály. Minden tehát egy olyan szakmában dolgozol, ami azonnal tesznek téged valóban az emberek, és azt gondolják, hogy te egy kiskirály vagy, aki egyébként azért nem nyitott fel a sorompót, mert neked az a kis birodalmad, az a te kis portád, és te ott eljátszott, hogy akkor most te vagy a mindenható. Egyébként a portások 80%-a tulajdonképpen sajnos ilyen. Na most ebben a pillanatban esünk bele mi is az előítéletekbe, ugye, hogy ezt kimondtam, hogy a portások ilyen? Jó. Sokszor ilyenek. Vagy a BKV ellenőrök. Akikről azt gondolod, és szegények úgy dolgoznak, de közben valójában ilyenek, vagy nem, hogy a BKV ellenőr büdös, szájszagú, rosszul öltözött, és bunkó. És kötözködős. És kötözködős. Én más szakmákból is ismerek ilyeneket. De jó, hogy közben lehet, hogy egy normális BKV ellenőr, és ezt hallod egy rádióműsorban, és most senkit nem akarunk megbántani, de vegyük át a sztereotípiákat, mert szerintem nagyon érdekes. Portás. A biztonsági őr, ugyanez. Figyelj. Ugyanez? Jó napot kívánok! Hol lesz a sét? A belépőkártyát kérném szépen. Félfogadás minden hétfőn, szerdán és pénteken. És látod rajta. 16 óráig, 4:05 van. Hova tetszik menni? Jó napot! 4:05 van és kedd. Így van. Igen, tehát ő ott abban a helyzetben király. Tehát, hogy azért ezen sztereotípiák, és mindjárt összeszedünk még egy csomót, valójában igazak. Tehát nem alakul ki úgy, hogy egyébként ne gondolnál azt egy taxisofőrről sokszor, hogy átvág. Hogy lehet, hogy téged átvág, hogy máshogy megy az óra, hogy egy kicsit bunkóbb, hogy egy kicsit... Érted? Aha. De közben hány kultúrát taxisofőr vagy? Normálisan beszélgetsz vele, nem vág át, korrekt, nagyon sok, sőt egyre több. Hány százaléka annyi egy szakma képviselőjének, amiből a sztereotípia kiindul? Na ez az. Hány, tehát, hogy mennyi kell az. Ahhoz? Van 100 taxisofőröd, és ebből mondjuk 50-nek kell bunkónak lenni? Ne, hát az még akkor 50-50. Az még nem jó. A minimum 60. 60, és akkor 60-nál már elkezdjük azt mondani, hogy az összes taxisofőr átvág benne. Hát a tapasztalataid alapján mondod nyilván, meg egyszerűen ez a kép róluk. Szerintem a magyar taxis társadalom soha nem fogja tudni ezt levetkőzni, mert jön egy hiéna és jön 100 normális, és annak az egy hiénának elmegy a híre, hogy átvágták, és még mindig azt gondolja mindenki a magyar taxisokról, hogy mekkora nagy bunkó. Látod, meg átvágnak. Egy megváltoztatta. Egy ember, nem 60%, egy ember. Közben pedig most már azért. Mondjuk ez rendszeres tapasztalat kell, tehát hogyha mit tudom, hogy 2-3-szor megéled ezt, akkor oké, okay, működik, aha, de egyszer nem. De hogy mi fogja ezt lerombolni, mert közben egyébként már nem ilyen. Mi most? Mi most, igen, de hogy normális taxiba ülsz, nem vágnak át, egyenáras a dolog, kultúrált, nem cébéznek, nem hangosan. Csak a pozitív tapasztalat. Egyébként ez is javul. Uh-huh. Na tessék, mindenki mondja még foglalkozásokat. Boltos. Eladó, tehát eladó, aki ugye nem szimpatikus, nem érdekli, hogy unatkozik. Te vagy a vevő, unatkozik és telefonál. Boltos ez. És modortalan. És modortalan, így van, és nem segítőkész. Így van, ez és alig várja, hogy kimenj a boltból. De az eladóra gondoltok, igen, aki belész, és nem tudja, hogy te vagy a vevő, rohadtul igen. Unatkozik, legmán néz rád, és gyűlöl téged, hogy te bementél, nem? De közben igen. Vannak normálisak vannak, is. Vannak, csak hogyha azt mondod, hogy most ugye tipizálni kell, akkor az eladóra a magyar ember ezt mondja, hogy így néz ki, nem érdekli a vevő, undok, nem akar neked eladni semmit. Igen. Tessék, mondok, hogy fodrász, mi jut eszetekbe a fodrászról? Dumagép. Ugye? Aha, igen. Az összes fodrászról azt gondolod, hogy pletykagép. Igen. Nem így van? Igen, semmit nem. Hogy nem tudsz neki semmit elmondani, mert biztos, hogy kidumál. Ahogy kiteszed a lábad, azonnal beül a másik delikvens, tudja, hogy egyébként hogy csalja meg a feleségét, mikor megy a szeretőjéhez. Jaj, Balázska, annyira örülök neki, ennyiket, most nyilván második gyerek, olvastam a Smolcán magazinban. Hallod? Nem tetszik egyébként, hogy mennyi beállítottok még egyet, nagyon nagyon sok egészséget kívánok. Nem tetszik, hogy minden rendben van. Férfi vagy nő, csak kérdezem. Nem ismeri a férfi vadászomat, valójában így beszél. De tényleg ilyenek?
ilyenek. Hmm. Tényleg ilyenek. Igen. Tehát azt gondolod róluk, hogy az ő szakmájukat tényleg mindig... És végigbeszél az egészen. A szabók, fodrászok minden titkok őrzői. Uh-huh. Mindenkiről tudnak mindent, aki beül, és ezt el is mondják nem, másnak. Nem, ezért már fiatal, itt is egy picit őszbe csarra, tehát minden, hogy eltűntjük ezeket a kis hajszálakat, így nem fog mindenki átvonni a következő patozásra. Hallom, mentek én nyomon a dzsungelbe, és ugye, jaj, de jó, ezt mindenképpen nem is fogadjuk az egész családdal együtt. Tehát tulajdonképpen kiderül, hogy az összes foglalkozás lehet egy kicsit tipizálni. Nem így van? Igen. Ugye? Lehet. Jó napot kívánok! Görcsbe rándult a gyomrom. Adom az egészségügyi doboz. Na, ki vagyok? Jó napot kívánok! Láthatósági mellé. És közben nem ilyenek már szegények. Hát ez rajtuk ragadt. Jó napot kívánok! De hányszor átéltük ezt? Nem, most fiatal, igen, amikor fiatalabbak voltunk, mert akkor ment ez az a 50 pluszba, terrorizálták a lakosságot, az idősödő szemét rendőrök, ugye? Akik jó napot kívánok, és már görcsbe rándult a gyomrom. A legtöbb fiatal és normális. Jó napot kívánok, pocakörmester. Tudod, odajött, és akkor rögtön elkezdett vegzálni, és picit élvezte. Igen. Látszott rajta. Ez is teljesen tipikus. Írjanak majd olyan hallgatók, nyilván abszolút foglalkozunk majd az SMS-ekkel, írjatok nekünk, hogy ki hogy próbálja ezt lerombolni. Tehát ki mivel találkozik a saját szakmájánál, mert lehet, hogy egy csomó olyan foglalkozás van, amelyekünk eszünkbe se jut, ahol érzi, hogy tulajdonképpen tényleg van előítélet az ő foglalkozásával szemben. Tehát például, mit tudom én, kevéssel találkoztam, de látom a szemükben az őrületet, ilyenek a boncmesterek. Én nem láttam még olyat, hát azt nem is lehet másképp, akiben ne lett szerintem volna valami őrület. Vagy egy nagyon jó interjú most olvastam nemrég, pont egy híres magyar boncmesterrel, és látod rajta, hogy valami nem stimmel. Hogy, de Marian, tehát az, hogy kattan. Tehát, hogy nem hogy normális. Katta, hogy nem, tehát hogy kicsit emberek, nem normális. Akik, igen, akik igen. Elmennek és ilyen munkát végezek, ez kicsit defektesek. Hogy valami van. Aha. Igen. És a rántottus is szikével vágják. De ugyanazzal a szikével. nem teljesen erre gondolok, de így van. Szerelők? A szerelőkről nekem nincs. Én a szerelőkről nem gondolok semmi. Hát a szerelőkről a nők gondolnak, Feri. Hogy, ja, igen. Ne, hát hogy hányszor hallottunk olyat, hogy kijön, és akkor ajjajjaj. De az nekem nem annyira tipikus. Tök érdekes, hogy három közül story. Szerintem kettőnknek ez rögtön beugrott. Ahogy azt mondta, hogy szerelő, nekem abban a pillanatban, tudjátok, mi jutott eszembe? Kijön egy ember egy kék kezes lábasban, és beletörli az olajos kezét két oldalt a zsebeibe, és azt mondja, hogy hát ez nem lesz olcsó. Ez nekem nem elsőre az, hogy szerelő is beugrik. Mert neked hogy nem mernek így. De nekem engem néznek igazán pénzesen. Ja. Nálam minden azonnal csere, azonnal elromlik, és azonnal legújabbat. Én mindig mondom, hogy figyelj, nem lottom. Nem beteg még észre, hogy abban a szervizben egyébként csak te szoktál lenni? Már neked építették. Nálam úgy indul, hogy 30%-kal bármi drágább, amit én veszek, vagy amit hozzám hoznak, és már azért vannak épített vonalaim a szerelőknél, minden hűtőgép, mosógép, mindig fix emberekhez nyúlok, mert tapasztaltam, első 5 évben 20-30%-a minden drágább volt. De a szerelő? Nálunk igen. Hát nála nyilván nem, mert tudja, hogy nagy lóvé áll a házhoz. Tehát nálunk minden csere. Igen. Kedves Balázs, hát csere. Ez ugyan elromlott, de itt van a vadonatúj termékünk. Meg tudja most venni. Jobb, mint a szeredeti. Igen. Tessék, mondok még valamit, én szívesen lovagolok rajtuk. És sokszor bántom őket. Csak nyögtél. Most kettőre tudtam volna tippelni, de az egyik személyeskedés lett volna. Nem tudod, hogy mindent kiürök. Informatikus. Aha. Mit gondolsz róla? Van. Azt gondolod, hogy 0-24 órában egyébként a gép előtt ülő, kicsit gátlásos, szemüveges, rövidlátó, zárkozott ember, aki bitek, bájtok világában él, azok a hackerek. Ja. Nem tud megcsinálni magának egy rántottát, egy kiló kenyeret megvenni, de ha azt mondod, hogy törzs le, uh-huh, elromlott a gépem, és ehhez képest, mi a sztereotípia? Ezt így gondolom. Ja. Nézzük a sztereotípiákat, és most a véleményemet róluk. Szegények. A nőkkel kicsit zárkózottak, gátlásosabbak, a való életben a kicsit mizantrópazőszes. Virtuális szexben nagyon jó, normálisabb emberi kapcsolatra kevésbé képes, gátlásos, zárkózott palik, akik egyébként 40-esek, pornófüggők. És mindegyiknek egy nagy kapacitású pendrive lóg a nyakába. De ne, mindegyikre van pendrive. És azt mondod, hogy mi vagy te informatikus, és azt mondod, hogy tudod, aha, a pornót néző, aha, gép előtt ülő, valószínű. Már veszed is elő a holtát, hogy kapcsolatot teremtsél vele. Titokban sokat maszturbáló emberek, akik egyébként így élik le az életüket. Én nem vagyok informatikus. És egyébként ez is. És ki mondta, hogy titok? Tudom, most tegnap utaztunk az ablakban. Tegnap utaztunk a buszban, mondom, Jani, tedd már el. Így van.
igen. Jani, légy szíves, 8-an vagy. Valaki odacsukta a kabátja szárát az ajtóval, nagyon csattog valaki. Igen. Szóval, de nem ezt gondolod szegényekről? És közben teljesen normális életet élő, a számítás technika világában jól mozgó, hétköznapi emberekről van szó, akik jönnek, mennek, sportolnak, és nem a gép előtt ülnek 24-et, és kimondod, aki mi vagy te, informatikus. Tehát nőnek azt mondod, hogy informatikus, az a nő nem akar veled randizni. Ennyi. Mert nem kíváncsi egy informatikus, mert azt mondod, hogy tök unalmas élete van. Állandóan élt vasalni a melegítő nadrágomban. Dög unalmas élete van, dög unalmas az egész, informatikus, Jézusom, ugye? Szegényeknek ezzel kell megbírkozni, és mondjuk egy nőt levenni a lábáról, hidd, ne, nem csak bitek, bájtok, meg enkor, meg nem tudom mi. Letöltöttem neked az új sorozatot. Hanem ez egy normális munka, és egy normális életet élek, szegények. Meg ráadásul nem keveset köszönhetünk nekik. Például a Torrent mondta. Ugye? Igen. Na, jól van, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó? Azon foglalkozások képviselői írnak elsősorban egyrészt, akiket felsoroltunk, hogy valójában érzik-e, hogy próbálnak ezzel leszámolni, taxisofőrök, zöldségesek, bolti eladók, informatikusok, BKV ellenőrök, buszsofőrök, sajnos mindenki gondol róluk valamit, sokszor nem biztos, hogy jót, próbálnak egyáltalán leszámolni, mennyire zavaró ez az előítélet, és tényleg érezhető-e, hogy az emberek úgy közelítenek hozzájuk, hogy már egyfajta prekoncepcióval. Jó, és írjanak azon szakma képviselői is, akiket esetleg kihagytunk, SMS számunk változatlan 06-745-00-00, jövünk a hírek után. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Jó, néven vagyok ide, Afrikán. 3.90 pontosan, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, van egy trafink Fehér Skodából, méghozzá a Gyulai úton, ezt Bazsi küldte nekünk. Az M5-ös 43-as kilométerénél Szeged felé van egy lézersonk, Fúpi írta nekünk, és a 33-ason óriási baleset látókép és Debrecen között M üzente nekünk. Köszönjük szépen. Na, nagyon érdekes témát boncolgatunk, méghozzá azt, hogy a legtöbb munkával kapcsolatban van egyfajta előítélet, és ha hallunk bizonyos foglalkozásokat, akkor azonnal gondolunk valamit arról, hogy aki abban a foglalkozásban dolgozik, az tulajdonképpen milyen lehet. Nem, ha valaki informatikus, vagy mérnök, vagy takarítónő, vagy ápolónő, vagy BKV ellenőr, vagy sofőr, akkor azonnal teszed valahova, és arról beszélgetünk, hogy milyen nehéz lehet ilyen előítéletek közepette dolgozni egy adott munkakörben, mert hogy tényleg az ember úgy működik, hogy megkérdezed, hogy mi a foglalkozásod, és elképzeled valamilyennek azt az embert. És aztán persze nyilván kiderül, hogy ez nem mindig van így, mégis azonban foglalkozásokra lebontható előítéletekkel kell leszámolnia mindenkinek, és van egy-két kiemelt foglalkozás, az, ahol aztán abszolút érvényesek az előítéletek. Hmm. Nekem egyébként ez ilyen, tényleg már ugye nem említettem, de a hentesek. Tehát amikor nekem azt mondja valaki, azt azt mondja, hogy hentes, hogy meghalom vagy olvasom, nekem abban a pillanatban eszembe jut egy ilyen jóiális külső, egy kicsit ilyen Benke Laci bácsis úriember, 50-es alkarral, ami iszonyatosan szőrös. Van egy ilyen kis előke. Látszik, ami, hogy ami vegás vagy, picit, rég volt picit, a hentesnél. Picit foltos, picit koszos ilyen kis előke, iszonyatosan széles mosoly, kicsit szederjes arc, és akkor ők a hentesek. És hát isznak is, mi? Vésak is. Állandó részegek. De hogy így. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, hogy kinek milyen előítélettel kell leszámolni. Takarítónők vagyunk, rólunk azt gondolják, hogy igénytelen tramplik és buták vagyunk, szoktak is rajtam csodálkozni, smink, haj, mindig oké. Az, hogy okos vagyok, azért az túlzás, de nem vagyok buta. Írja nekünk egy hallgató. Kamionos vagyok, igazatok van, igenis élnek a sztereotípiák, az emberek szeretnek embercsoportokat általános rossz jellemzőkkel felruházni, imádunk titeket, kölyök a kamionos. Nincs a kamionos. Hát a kamionos. Megáll az útszélén a lányoknál, egy, kettes. Megáll az útszélén, megy, egyszerű, kicsit butácska ember, aki megy, vezet, semmi dolga, bárki meg tudná csinálni, kicsit kocakos, nagy darab. Kocakos és hálótrikó. Ritkán látja a családját, igen. Ugye? Ritkán látja a családját, de ennek örül. Közben nem örül, nagyon szenvednek ettől, sokkal többet lennének otthon, csak akkor viszont a család elhalna. Tehát szegényekre is sok mindent mondanak, ami aztán abszolút nem igaz. Írta nekünk egy informatikusunk, egy informatikus hallgatónk, hogy a leghosszabb kapcsolatom egy 4 gigás ADS-sel volt. Legyen jó. Úgy de jó. Igen. Na, itt rá is tápolt rögtön a hallgatás. Igen. Adóhivatali dolgozók. Szerintetek mi rólunk a vélemény? Mi a végrehajtáson dolgozunk, de nincs se korbács, se kaloda a pincében. Szép napod. De hát meghallod, hogy valaki az adóhivatalban dolgozik, azonnal a pokolba kívánod, és azt gondolod, hogy mindenkivel ki akar szúrni, és egy rohadék. Közben nyilván nem így van, csak a munkáját végzi. Mondjuk én óvatosan válaszolnék erre a kérdésre. Igen. Hogy szerintetek milyen vagyunk. Nagyon jó fejek. Nagyon drágák, igen. 30 milliós traktort kezelek. Mégis azt mondják, hogy hülye traktorosok. Aha. Ugye? Ez is milyen érdekes. Mit csinálsz? Traktorvezető vagyok. Na nézd a paraszt. Ugye? Ezt mondják. Közben nem így van. Hát azért, mert valaki
traktoros, olvashatsz, érdeklődhet dolgok iránt, 30 milliós traktort vezet, hogy milyen hülye sztereotípiák ezek de valójában, azért, nem? 30 milliós a traktor, vagy 1 milliós, az nem mindegy? Ülj be rá, se tudod indítani. Hát semmi fogalmad, nincs, nem emlékszel, amikor kitelepülésen voltunk. Persze, se tudtad, mihez kell nyúlni. Igen. Ausztriában Bécs mellett szemetes autóval járok, itt is élnek a sztereotípiák. Először nagyon szégyeltem, de ma már nem váltanék semmi pénzért, írta nekünk Tomi. Én benzinkúton dolgozom sokadik éve, de nem telik úgy el nap, hogy ne hallanám, na, mennyibe kerül egy csepp benzin, ezt Arnold küldte nekünk, itt is működnek a sztereotípiák. Az én férjem Hente 193 centi magas, szikárizmos, rendkívül olvasott és kényes a szakmai tisztaságra. A ránézésen nem néz ki hentesnek, ha a férfival beszélek és megkérni, mi a férjed, kettőt hátralépnek és rövidre zárják a beszélgetést. Na, milyen érdekes, mit csinál férjed, hentes? Akkor ugye? Te is beválasztottál azzal. Hát, de tipikus szegény biztonsági őrök, hát hány olyan van, aki egyébként között csak nálunk a klasszban néz meg, aki közben egyébként egy angol szótárt látsz nála, aki olvas, aki folyamatosan képzi magát. És megkérdezi, ki hagyta el? Na, jó, most legalább sok nem vagyunk ott. Próbáltam egy kicsit felhozni őket. Nem, én látom, van egy fiatal srácben nálunk, mindig különböző szótárokat forgat, tanul, spanyol szótár, angol szótár, és látod, hogy képzi magát, mégis biztonságőr, na a bunkó biztonságőr. Sok ugye? Egyébként a biztonságőr és szakma tipikusan, egy olyan mellékpálya vagy oldalvágány, ami a bekkelésnek az egyik legjobb formája. Egyébként ez is igaz. Ez is igaz, hogy róluk azt gondolod, és sokszor így van, hogy lusták, jó az nekik, ülnek 8 órát, nem is akarnak többet, nem is vágynak többre. A kicsit alibizve üldögélnek. Igen, sokan így is élik meg, valójában ebben is van igazság, persze. Informatikus vagyok, a lányoknak általában felcsillan a szemük, amikor a pénztárcámra gondolnak, és igazuk van. Aha, na, tehát, hogy jól keresnek. Igen. Józsi vagyok, dugulás elhárító. Senki nem akar velem kezet fogni. Gondoljatok bele, hogy ez nem is milyen, mert azt gondolod egyébként, hogy aki ül a szarban, bocsánat, és hogy biztos, hogy nem ad a higiéniára, csőgörényes, biztos, csomószak. Nem így van? Igen. Azt mondja, hogy kesztyűt is használok, és csőgörényt, felháborító, amit ilyenkor érzek. Gondold el, hogy nem fognak vele kezet. Ugye? Hogy működik ez a dolog? Érdekes szerintem ez a téma. Jogászként egy akármilyen magánvitában csak egyetlen egy észérvet felhozok, rögtön jön a válasz. Ja, csak jogásszal ne vitatkozzon az ember. Ezt Rita küldte nekünk. Egy fontos sztereotípia még kimaradt, a gépészmérnök. Értelmes, jó fej, kollegiális, és remekel az ágyban, üdv Gábor. És szerény. Gábor azt elfelejtett, hogy szerény. Igen. Tímea vagyok, 8 éve, zöldséges. A bemutatkozásnál elmondom, mivel foglalkozom, azt tudja, hogy 10 emberből 8 megkérdezi, hogy szoktam-e játszani a kígyóbival, vagy a banánnal. Ugyan milyen hülye sztereotípiák, te jó Isten. És? És írd már meg, hogy mit csinálsz. Igen. Azt észrevettétek, hogy leginkább a férfias szakmákat tipizáljuk? Tehát, hát nem, hát ez ápolónő. De az ápolónő. Hát sokkal több. Óvónő. Hát mit gondolsz róla? Sokkal férfi szakmát soroltunk fel az elmúlt egy órában. Stewardess, stylist, azért nagyon sok olyan van. A stylistok 80 ezeket melegnek gondolod, és nem érted, hogy miért nyilatkozik mindegyik stylist. A férfi egy rohadt sállal a nyakában. Ez minimum 90. Igen. A férfi stylist. De miért az ápolónő, a stewardess, az óvónő? Hát azért ezek női szakmák. Hát ez nem? Igen, ez három, és felsoroltunk 30 férfit eddig. Igen. Férfiasabbat. Uh-huh. Ott van az ott van az óvónő. Mit gondolsz róla? Egyébként egy olyan szakmát csinál, amihez mindenki ér. Gyereket nevelni bárki tud. Ráadásul az én gyerekemet nem mondja már meg, hogy neveli. Majd bárki jobban tud, tudom, de ő ne nevelje. Bárki tud, de ő egyébként valószínűleg nem neveli jól. És egyébként meg nem olyan nagy ügy, 30 gyerekre vigyázni. Állj be, csináld meg két napig, a hajad kiúl. Ráadásul a felelősség is az alulfizetettség. Na most ez egy más tészta. De nem ezt gondolod? De igen. Ugye? Igen. Közben én egy nagyon szép hivatásnak gondolom, és nagyon értékes, hát nagyon fontos hivatásnak sok szülő elfelejti, hogy ő neveli a te gyerekedet. Ugye? És hogy mennyire hálátlanok a szülők, egyébként jó, csak egy buta óvónő. Ja, pedig még ráadásul jót is akar, amikor neked próbálja elmondani, hogy mi van a gyerekeddel, hogy otthon is még tudj vele dolgozni. És közben pedig mennyire sokszor, nyilván vannak kivételek, de hogy hányszor valójában mennyire értenek a gyerekekhez, nem? És milyen jó. Uh-huh. Ugye, a legismerőbb jelző velük kapcsolatban az a pótmama, szerintem. Tehát, hogy az óvónő ez tényleg az anya helyett anya a nap egy bizonyos szakában annak a gyereknek. Igen. Igen, itt az SMS, nézd, az óvónő is hülye mindenki szerint. Gyereket nevelni bárki tud, egész nap csak bletykálnak, és közben 21 gyerekre vigyáznak. Egy óvónő írt ebben a pillanatban. Igen, érdekes. De tényleg ezt gondolják. Biztonsági őrök, róluk beszéltünk, ez szintén nem lehet könnyű. Mi a helyzet a műsorvezetőkkel? Semmire kellene naplopók, igen, akik a kapcsolatoknak köszönhetik, hogy beülnek egy mikrofon mögé, én is tudnám ezt csinálni. Napi 4 órában csak el rihi-röhíznek, aztán hazamenek és felmarják érte a hatalmas suskát, kb. Ezt ne írjátok meg.
Igen, általában ez az én is tudnám csinálni, nem egy igazi foglalkozás, nem kell hozzá egyébként valódi szakértelem, bárki, aki oda le tudja mondani, bárki tud egy műsort fejben összetenni, szerkeszteni, ha engem oda teszel, tudok mondani, értek ehhez a szakmához, ugye? Bárki megcsinálja általában velünk kapcsolatban, ez a sztereotípia. Igen. Meg az, hogy nagyképű, meg minden, de most az, arra én adok okot. Tehát. De hát ez ennyi. Veszed. Jó, de én megpróbálom visszabillenteni a mérleget, hiszen én kőproli vagyok. Igen. Takarítónő vagyok, közben felsőfokú pénzügyi szakügyintézőit végeztem, írja nekünk egy hallgató. Villamosvezető vagyok. Mindig jönnek azzal, hogy na, a hülye ampertól vagy. Micsoda, az mit jelent, hogy a munka végén, amikor nem nézed, senki egy akkumulátorban letölt valami? Kis izét, ha... 120 milliós permetezőt kezelek, mégis mindenki azt mondja, köcsök traktoros vagyok. Ugye, hogy mennyi sértettség van azért az emberekben a szakmájukhoz kapcsolódva, szegények, amit éreznek, és egyébként 30 évig úgy csinálsz, amit, hogy mindenki úgy gondol rá. De talán ez az adás, vagy ez a fél óra azért megvilágítja azt, hogy ez nem egy általánosan elmondható örökérvényű érv, ami mindenkire igaz, nyilván. Igen, szerintem ezek az előtételek leginkább azokból jönnek elő, akik vagy köszönő viszonyban sincsenek ezekkel a szakmákkal, vagy a szakmák képviselőivel, vagy pedig csak így szegről végről időnként összefutnak velük. Hát tehát, vannak azért például... olyan szakmák, ahol erre okot adnak, tehát hogy minden, amiket soroltunk, szerintem sokszor igaz. A biztonsági őr, nem? A taxisofőr, a BKV, tehát hogy azért ennek van oka, hogy ezt mondjuk egy szakmáról, vagy a szakma képviselőjéről szerintem, nem? Nem az, hogy felszínesen ismerjük őket, tehát találkozol olyannak. Taxisofőrrel, aki átver, de BKV ellenőrrel. És akkor ez utána de több a jobb tapasztalat. Tehát, hogy... Igen. Na jó, érdekes. SMS-ek jöttek. Jól van, még ugye a postás rendőr, hát vannak nagy közhelyek ezeket az kérdezik. Vasutasok, igen. Nyakkendős paraszt. Focisták. Nyakkendős paraszt az agronómus. Van, aki így áll hozzájuk. Jaj, de jó. Érted, miközben nem tud senki többet náluk a földről. Ott vannak a futárok, ugye, mindenki emberszámban nem veszi őket, hülyének nézed, úgy beszélsz vele, mint a kutyával, közben ez a munkája, hát azért... Így van, nem csomagot szállít, csak a következő adagért teker. Igen, igen. Na jól van. Köszönjük az SMS-eket. Hármas ugrást játszunk már is valakivel. Ez én vagyok. Na, akkor játszol. Persze, szóljatok már, nyomjam meg. Nyomj meg! Most? Szerintem most. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Falatka vagyok. Falatka? Igen. Falatka. Szép név. Halló, te mivel foglalkozol? Mi kőfaragással foglalkozunk. Márvány gránit mérkő. Ilyesmi, párkányok, hirtőek, stb. Mindenki, mondom az előítéletet, mindenki kövér, izmos, nagy darab, mindenki egy ilyen kis fekete laci. Fogadjuk, hát, hogy ez az előítélet, nem? Kövélet kivéve, igen. Ugye? Erős, nagy darab, cikárem. Így van, igen. Kőmorzsoló, fanyűvő. És a falatkát miből kaptad? A falatkát? Hát én is olyan nagy darab vagyok, olyan 2 méter körüli. Na, de látod, hogy közben azért működik a dolog? Igen. Honnan hívtál minket? Maglódról, Pest megyéből telefonálok. Maglód. A kőbányából. Milyenek a kérdések, Jani? Figyelj, vihető. Abszolút vihető. No, nem normális volt? Teljesen. Csak elhűltem az évek során. Na, megmutatjuk akkor, jó, hogy mi az első kérdés. Így szól, dedikált egéralátétért. Ja, nem nyakba akasztó. Csak megtanulom így 6 év után. Azt mondja, hogy milyen nemzetiségű volt a Forma 1-es világbajnok Ayrton Senna? Hát megmondom, őszintén egyik kedvencem volt abban az időben, azt hiszem, hogy 94-ben halt meg talán, Brazil. Így van. Brazil! Ja, Bali kicsit várjál, Bali kicsit szúnyad itt közben. Brazil! Mehetünk tovább? Igen, légy szíves. Dedikált egéralátétért így szól a második kérdés. Hogy nevezték egykor magyarul Belgrádot? Nem kapkodni. Talán Nándorfehérvár? Igen! Na! Nagyon jó! Nagyon jó. Oké, harmadik kérdés előtt vagyunk. Megállsz és elviszed a fixet, vagy megpróbálod elvinni a bögrét, és kockáztat esetleg? Óra lesz. Ami óra. Hát, megmondom őszintén, milyen jellegű kérdés? Na!
Tarantino. Könnyű jellegű? Így van. Nem annyira. Hát filmes, így mondom, filmes. Filmes. Hát, azt mondom, hogy próbáljuk meg, majd bumbozunk, hogyha nem, talán nem sikerül. Jó. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik filmben alakított George Clooney és Quentin Tarantino egy testvérpárt? George Clooney, Quentin Tarantino testvérpárt. Uha. Egyik ott. Szeretem a Tarantino filmeket, de... régi film? Na jó, rendben, parkóban. Na? Na mondj valamit, lejár az idő. Csak tippelni tudok. Na. Nem tudom. Hát mondj egy film címe. Na, nincs idő, igen. Nem az Alkonyattól Pirkadattig. Hát még én is láttam. Alkonyattól. Az már. Pedig, hogy az első kettőt végig toltad, tényleg azt gondoltuk, hogy itt kőkövön nem maradt. Igen. Indul a bumszofer. Jó, mennek az ajándékcsomagok. Figyelj, tiki-taki, indulnak. Figyelj. Okay. Aj, de gyönyörű! Túl jók a füleseim. Igen, hegyke erős bomb volt. Biztos érzed? Figyelj, az a baj, hogy túltoltad. Az nálam azt mondja, hogy túl, tehát hogy túlment. Hosszabb volt a lövés, igen, nem a rohadék. Túl nem erős ad. Volt. Nem ad. Oh. Jól van, hát nem ad a szemét. Köszönjük szépen, Falatka. Köszönöm a játékot. Mi is köszönjük. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Ciao, ciao, hello, hello. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy 9 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9:50 lesz, egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jasszó! Hello Magyarország, 9000 kilométerre vagyunk tőletek, de lélekben ott, közlekedési hírekben ott, témákban ott. Úgyhogy igazából mindennel foglalkozunk. Papucsban itt. Papucsban itt, értetek ott, így van, és értetek itt is. Természetesen, ha valaki tud jó receptet, amivel egy békát meg lehet ölni, az küldje el. Jó? Illetve nem csak akarom őket megölni, eltávolítani, elüldözni, elzavarni, bármi olyat, amivel a béka nem akar költözésre bírni. Költözésre bírni, mutatnám a hangot. Imádom, amikor megérkeztünk, nagyon szerettem egyébként, de majd megmutatom. Most már nem annyira. Most már nem annyira szeretem. Na, ott van. Itt van. Hogy, lögy. Figyelj, kicsinál. Megölöm. Istenem, Isten Jani, érzed a természet közelségét? Hihetetlen ez a flóra, ez a fauna, ez Afrika semmivel sem hasonlítható össze, ez a kontinens. Ugye? Csodálatos ez volt első nap. Ha már megölöm, nem tudok aludni. Hajnali gyomják, így van. Na jól van, oké, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket. 8-as főúton 43-as kilométernél baleset, egy sáv járható, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Kefe írta nekünk, hogy a 86-oson Répcelaknál vasútépítés miatt dugó van. Köszi Kefe. M1-es Hegyeshalom felé a 152-es kilométer után van egy trafi. Nighty Zoli küldte nekünk, valamint a 86-os főúton Zalalövőn egy kamion az út közepén hagyta a pótkocsit, rendőrök irányítják a forgalmat. Üdv Ciri 54. Egyébként csak mondom, hogy a Facebookon rengeteg fotó van fönt Afrikával kapcsolatban. Egyre több. Nyilván teljesen tudatosan kevesebbet mesélünk, hogy otthoni dolgokkal foglalkozzunk, de dokumentáljuk a dolgokat, illetve... És, itt van az Instagram könig! Átvettem a hatalmat az Instagram irányítása felett, úgyhogy az Instagramon is találjátok meg minket. Ott vagyunk, és ott is közös fotók, stábfotók, minden, ami Afrikával kapcsolatos. Nem célunk azért naponta több 10 fotót föltenni, egy-két naponta jön egy-egy fotó. De az olyan. De az egyszerűen elképesztő. Megkomponálva, megeffektezve, ez a hihetetlen. Bali irányítja az Instagramot. Uh-huh. Úgyhogy reszkessetek. Már mondom, hogy nagyon durván 6000-en vagyunk. Nagyon jó. Jó, hát most indítottuk újra, mert hogy elindult, csak kicsit elhanyagoltuk.
de megy az Instagram oldalunk, úgyhogy Klassz FM Morning Show, így tudtok bennünket megtalálni az Instagramon is. Valaki már olvastam, hogy deklamált, hogy a telefonod csak napi egy fotót bír, Bali, teljesen tudatosan nem zaklatunk ennyi mindenkit, mert ugye ha fölrakunk egy fotót és úgy van a beállítás, akkor az megjelenik főképernyőn sokaknál, tehát azért ez nem egy szappanopera, amit dokumentálunk, de ha van olyan történés, akkor azért azokat fotózzuk és csepegtetjük a képeket. Meg azért a minőség, ez jó munka, az idő kell, tehát a utazások közben, amikor hallom a mellettem lévő, vagy mögöttem lévő ülésről, hogy nem, ez effekt nem jó, nem, jó, oké, de viszont ez igen, oké, egy kicsit megszólítom, egy karcot, oké, most egy kicsit leöregítem, jó, oké, meg jó, meg is van, jó, nem mentettem le, Újra. Egy másfél órás várakozásaink vannak a forgatásra. Iszonyat bingizések vannak, és jön, és mutogatja nekem. Nézd, beleteszem, átefektezem, megcsinálom, igen. Nézd, olyan, mintha leellen égedve a széle. Tudod, mint a balagás után kapott osztálynépsorok. Igen, nagyon szeretem. Gyerekek, hát új vagyok ezen a piacon, de nagyon szeretem, hogy hová fejlődött már a technika, lehet föltölteni fotókat, igen. Jól van, akartam még valamit mondani. Csak a BKK-ról beszéltem, azt kész, tehát azt nem bírom tovább. És a BKK-ról? A BKK-ról is egy mondatot. Nem, a stop táblákról csak egy mondat. Uh-huh. Hogyha észrevettétek, hogy hogy használják itt? Hogy sehogy. Kézzed el, hogy elképesztő dolgokat fedez fel az ember, ezért jó ugye sokat utazni. Egészen máshogy értelmezik a stop táblát. A stop táblát lerakják egy olyan kereszteződésre, ami ugye nálunk mondjuk egy egyenrangú kereszteződés lenne, és mondjuk jobbkész szabály alapján te elengeded a jobbról érkezőt, és mindenki szépen áthalad. Ők azt csinálják, hogy van egy főút, ami keresztbe ugye találkozik egy alárendelt mellékúttal, egy földúttal, egy vékony úttal, egy szállodából kijövő ilyen kis szinte gyalogátkelővel. És ők úgy oldották meg, hogy mind a négy helyre leraktak stop táblát. Tehát, hogy egyik oldal, másik oldal, keresztbe jövő, egyik oldal, másik oldal, ami azt jelenti, hogy ha egyszerre érsz valakivel a kereszteződésbe, akkor neki is kötelezőszerűen meg kell állni, és neked is kötelezőszerűen meg kell állni, és ebből elindul egy ilyen gyere, és mind a négy oldalán az útnak van stop tábla. Mert egyébként ilyen elszpolíti kinyer ma. Elképesztő. Egy picit, mint én azt is látom, hogy stop tábla az nem azt jelenti, hogy állj meg. De ők megállnak. Uh-huh. De ők mind, nézd meg, legalábbis a mi sofőrénk. Tényleg? Van egy mellékút, amin két ló jön, senki, és az ember megáll, és benéz a földútra, hogy jön-e valami, nem azt látja, hogy semmi nem jön, megint néz, és utána elindul, és minden stop táblánál mindig kötelezőszerűen megállnak. És az út mind a négy oldalában egy stop tábla. Azt hogy csinálják? Érdekes felfogás. Mert itt a városban egyébként gyorsított konkrétan a tegnapi sofőr, akivel hazajöttünk, amikor zebra volt, és látta, hogy kind a két oldalt állnak emberek, és már tennék le a lábukat, akkor nyomott egy kövéret, az utána lévő stop táblánál picit lassított, benézett majd. Bum! Nagy gáz. Hát megcsodálkoztak, mert azért a Krüger Park elég messze van, és mégis itt zebrát látni Nelsprit közepén. Azért kicsit fura, igen. De szerintem ez döntésképtelenség. Hát tudod, hova rakja a stop táblát? Túl sok. Legyen mindenhova. A biztos ekvére, tegyünk mindenhova. És nézd meg az alárendelt utakat, hogy valamikor földutak mellé raknak stop táblát, hogyha jön egy trakesz, álljon meg. Hát Magyarország benéze, nem jön semmi, mész tovább, de hogy stop táblát, teljesen. Őket egyébként teljesen máshogy jár az agyuk sok szempontból, európai szemmel azért ez a dolog nagyon érdekes. Na, mondod, hogy találtál valamit, mielőtt elmegyünk forgatni, hogy rémizget bennünket egy kicsit, mit találtál? Nem akarok nagyon, azt ugye megtudtuk az előbb, hogy a hallásod az tökéletesen működik, ugye? Tehát, hogy nem tudsz aludni. Az összes hajam. A nagy kérdés az az, hogy mi van a szaglásoddal és az ízérzékelésed. De mindjárt kell, mondom, hogy miért kérdés. Jó-e vagy rossz? Melyik? Hogy érzed te? Tehát, hogy megérzed az illatokat már messziről, tudod-e azonosítani a szagokat, az ízeket? Az ízzel nincs bajom, egy pár éve nekem a szaglásom az elég komolyan elment, és elküldtek orpolit vizsgálatra, mert azt mondják, hogy ha elmegy a szaglásod, vagy csökken, és nem érzel meg olyan illatokat, például belépve a szobába, amit más igen, akkor valószínűleg például orpolipod lehet. Nagyon jó. De nem mentem el a vizsgálatra, mert azt mondták, hogy megtükröznek. És alulról. Igen, és ez egy ritka orpolip műtét, amit alulról végeznek, multioptipupiloptómia. Nehogy sérüljön a szemgödör, ezért végbélen keresztül. És nagyon fura, múltkor a ketten is ugyanezt mondták. Akkor mondom, hogy mi a helyzet a Chicagói Egyetem kutatása alapján, de tényleg ez most korrekt. Nem, de most hogy... szívatsz, vagy komoly? Nem, halálkomoly, tehát még egyszer mondom, hogy ez nem az a fajta kutatás, amire röhögni szoktunk. Nem a brit tudósok. Igen, a brit tudósok. A szaglóérzék elvesztése jó előrejelzője annak, hogy 5 éven belül meg fogsz halni. Király! Ó, az iskoláját, de na, jó fejben. Akkor belehúzom. Akkor besűrítem még a forgatás előtt évet, mert nekem pont ez a bajom. Na de mondd meg nekem, hogy mi a
az összefüggés az, hogyha te kevésbé érzed az illatokat, és mondjuk nem polipod van, és meg fogsz halni, miért? Na, mondom neked, 2010-ben végezték a kutatást. Hát várjál, hogy hányan élnek az eredeti csoportból. Az 5 éves időszak alatt a vizsgált személyek 39%-a, akiknek nem volt jó a szaglása és az ízérzékelése, már nincs velük. Így van. Egyikük autóbalesetben hunyt el, a másik rabolgyilkosságban. De hogy is. És mindegyik Dél-Afrikában. De miért nem hozol valami jó hírt, Feri? Hát nincs nekem itt elég bajom. De azért, hogy tudják készülni, mert azt is elmondják, hogy ugye nem attól halsz meg, hogy nincs szaglóérzéke, tehát hogy a zebránál nem érzed, hogy jön egy autó, a kipufogógáz. Ez egy jelzés, és nem tudják, hogy mit jelez. Tehát lehet, hogy neked az orrpolipod, ami miatt te nem tudsz szagolni, igen, az becsatlakozik valami nagyon fontos érbe. És egy gyerek, szörnyű érzés. Tehát én ezt tényleg érzem egy pár éve, most remélem, hogy nem fog megmurdálni, de hogy olyan illatokat nem érzek, ami belép három ember a szobába, és mondjuk érzitek ezt a szagot, és nekem konkrétan nem jön át semmi. Ez még nem mindig semmi. Baj. Ez kiderül, hogy kimegyek, és sokkal jobb illat lesz, és akkor elgondolkozom azon, hogy lehet, én vagyok a büdös egyébként, hogy mindenki bejön a szobából egyedül, vagy most már igen. Ezt? Hogy egyszerűen nem érzek teljesen olyan illatokat, amit régen abszolút éreztem, vagy olyan szagokat, amit régen kiszúrtam, és nagyon jó volt az orrom, nekem az elmúlt pár évben ez nagyon-nagyon csökkent. De miért fog megburdálni? Tehát mi az összefüggés? Azt még nem tudják, ez valószínűleg egy jelzés a szervezet részéről, elment a szaglásod is, az ízérzékelésed, igen, akkor te valószínűleg 5 éven belül meg fogsz halni. Ez tök jó, ez nagyon megnyitott. Nagyon jó, ez nagyon és jó, hogy azt gondolom, cikket, holnap is hozzá valamit fel. Hozok egy ilyen vidám témát, azt gondolom, jó, hogy mi ez 9 után? Nagyon jó. Indítsuk el a tesztelést. Tehát, hogy igaz-e egyáltalán, vagy hogy érzel-e rendesen. Mit szagoljalak meg, hogy fülöttél? Igen, hogy mire? Hát, ne, azt inkább ne. Hoztam egy csomó mindent, amit meg tudtok szagolni, ott egy szemellenző, azt fölveheted, tessék, hogy ne lásd, hogy mi az. Figyelj, de most várj, állj már meg egy pillanat. Tehát tényleg nem gondoltad, hogy nincs elég bajom, hogy megyek ki most forgatni este élőadásra. Nincs egy bajom, hogy te hoztál egy rohadmányos tesztet, érted, és utána úgy mész, úgy vágsz hátba tízkó, hogy nem baj, Bari, hamarosan úgyis megdög lesz. Nincs nekem elég bajom ezzel, most, hogy itt most én neked itt szagolgassak valamit, érted, amit hoztál a szobádból, vagy a Jani Fregoliáról, érted, és derüljön ki, hogy én megmurdálok. Ha még onnan hoztad volna, de az előbb például a Zsült láttam titokzatos arccal kijönni a fürdőszobába. És nincs rajta a kis titok szokni. Nézd a jó oldalát. Igen. Tudod, hogy mit csinálj az elkövetkezendő 5 évben? Van még időd, vagy van, nincs? Hogy érted? Sok időt a gyerekek. Gyerekek, én bármit megszagolok, de nem hiszem, hogy nincs ebbe a cibbe az összefüggés. Tehát mi nem tudják, hogy leáll a szaglásod, akkor a szagló sejtjeid nem termelődnek újra, vagy ha azok elhalnak, akkor már a sejt újraképződésed megszűnik? Vagy mi a fenétől halsz meg, ha elmegy a szaglásod? Itt a vezető kutató, igen, véleménye, nem a halál közvetlen oka, de egy korai jelzőrendszere annak, hogy valami jelentős gond van, ami a károsodáshoz vezetett. Tehát belül van egy gondod, ami miatt elment a szaglás, de azt még nem tudják. A károsodás. Szörnyű, a károsodás az szörnyű. A károsodás. Lehet, hogy lekínálom a cuccról. Te félsz? Mit? Ne, a világért sem. Mindig olyankor vagy a legjobb. Lehet, hogy tökre mentek a szaglók szerveim, igen. Ezt most veszük streamre a tesztet? Jól látom, mert a Zsűrit folyamatosan. Aha. Akkor viszont a Facebookon van egy Ustreamünk, úgyhogy ha valaki szeretné egyrészt látni a mi kis stúdiónkat, gyerekek, itt vagyunk élőben veletek, menjetek a Facebookra és keressetek bennünket a Ustreamen. Ott van egy link, ahova rámentek, akkor azonnal tudjátok nézni az élőadást. Ha nem szoktunk mi mindig élőt közvetíteni, de megmutatjuk akkor, hogy... Ha megnézem már magunkat. Ha nézd már meg, hogy nézd ki a stúdió. Na. Jó, na most én nem akarok szagolgatni. Hát de én nem akarok úgy dolgozni, még 6 évig, hogy nem sokára megtudok látni, akarom a gyerekemet felnőni, kicsit ezért megszületni. Na, pont ezért, hogy mennyi van még hátra. Tök jó. Összehasonlít. Így Jani, van. Vagy te, ide vagy a veszélyeztetett. Így van. Te vagy a veszélyeztetett. Emeljük a tétet, Jani. Itt a kalucsnim. Miket hoztál? Aljas dolgokat a Fregoliról? Vagy dehogy is. Lementél a kis barátunkhoz a konyhára? Így van, a kis barátotok, akivel te már összebarátkoztál. Lementünk Vikivel, összeszedtünk az összes olyan dolgot, ami szerintem fölismerhető. Istenem, add, hogy polip legyen, add, hogy polip legyen. Nem akarom. Még egy kicsit élni akarok, én nem akarok megdögleni. Még egy picit. Na, vedd már fel azt a szemellenzőt, legalább tudjuk meg. És az orromba cagolom, mert minek nekem szemellenző? Azért, hogy, a szemem. Azért, hogy ne lásd meg azt, hogy mit adok. Ja, mert felismerhető. Aha. Hát persze. Így van. Aki már ült étkező asztalnál, egyszer azért annak menni fog. Jó, mit mondanak, hogy van valami sztereotíp, aminek az illatát, ha nem érzed? Tehát van ilyen a cikkben, hogyha valamit nem érzel? Nincs olyan, hogy csak egyfajta, ez egy átlagos romlás. Tehát mindenben rosszabb leszel, mindenben mint a Jani, akkor te hamarabb halsz meg, mint ő. Na. Jó, vedd föl te is, Jani. Adom az elsőt. Akkor gyerekek, de nagy buli legyen a teljesen, nem ám sírni, a halál az csak egy állapot, úgyhogy nem toljunk be.
amelyikünk veszít, az vegye be majd a végrendeletében kedvezményezetnek a másikat. Jó? Na, legyen így. Mi gyerekek, én felvettem a szemelemzőt, egyrészt nem érzem jól magam, kettő kiszisegít itt a hátam mögött, mert azért itt vannak Black Mambák is. Én mondom meg, Gyula, Gyula, ne sziszeg, és ugye megharap valami. Na, akkor te illatozol először, Balázs. Uh-huh. Ez nagyon büdös. Életben maradok? Várjál, mutasd még egyszer. Tudnom kéne, hogy ez mi. De az a baj, nem, tompán érzem. Ezt nem tudom. Uh-huh. Nem tudom. Nem tudom mi ez. Ilyen, valamit nagyon tompán érzed. Oké, értem, hogy tompán érzed, de itt ne lesz pruitba. Na. Na, gyerek, ez a zsűzoknia. Oké. Okay. Igen. Majdnem beletűszentettem. Megkóstolhatom? Meg. Vagy az ízlelő bimbó, mi is, ha elhalnak, hú, akkor még előbb halok? Megkóstolhatom. Na, mutasd. Ez nem várja, valami curry fajta? Most. Curry? Ez az csípős. Ez curry. Ez curry. Jó. Akarsz kóstolni? Aha, nem, de az illatát egyébként kevésbé éreztem. Gyerekek, kicsit kezdek megijedni. Beledughatom a nyelve? Bele. Hogy jön ez most ide? Csukat szemmel ülök, de kérlek, őrizd meg a méltóságot a tízig. Hallod, Feri, rettenetes jó fel. Nehogy ne találjátok. Hát most megkitalálom, hiszen benne van két deka az orrom. Ez valami csípős. Én az illatát ez szerintem bors lesz, ilyen, szerintem ilyen kelyen bors. Te mit mondasz, Balázs? Az, hogy bors, de tudod mi a durva? És tényleg nem kamuzom, abból mondom, hogy az ízét érzem, nem az kevésbé az illatát. Pedig most elhúztad, hogy nyugodt előlem. Más már nem érzek, más, csak... Jó, tehát van egy borsunk Janitól, tőle, te, Kari, Köri? Curi, Curi. Curi, nagyon jó, te fogsz előbb meghalni, ez szerint a tesz szerint, ez fehér bors gyerekek, volt. Gyerekek, tényleg, de esküszöm, hogy kevésbé érzed, de most hagyjatok már engem békén. Jó, jön a következő. Ne csinálj, itt ülök egy rohadt szobában, legyél ilyen szemfedővel, mintha repülő repülnék, és nem tudnék aludni. Egy béka kurutyol az ablakom előtt, ráadásul nem jó a szaglásom. Tényleg, miért nem hagytok békén? Ha hallod, Bali, add már az emberi kirejtőt, Ez olyan, mint valakinek a pulóvere. A magyar tanáromnak volt ilyen szagú pulóvere. Mindig odajött, és azt mondta, Balázs, mondd a jó szót. Persze, nyilván nem tudtam a jó szót, és mindig ilyen nikotin szaga volt. Én mindjárt megdöglök. De jó, én veled tartok. Ez egy nikotin. Ez dohány, ezt megismerem. Ez biztos, hogy dohány. Ez nikotin. Most mi van? Itt vagytok még? Itt. Mondjatok már, hogy levontok már a szemem. Mi van? Hát, olyan, mint hogy valamilyen ízesített dohány lenne, tényleg. Dohány. Nem egyértelmű dohány. Gyerekek, életben maradok, dohány, yes! Mehetünk tovább. Meg is akarod kóstolni? Miért ennék már dohány? Na, jó, ne legyél rajos. Miért lepődünk meg rajta, hogy Balázs a dohány szagát mondom a azért, mert te megeszed a dohányt, ha nem tudsz rágyújtani a repülőn, érted? Azért én még úgy érjek dohányt. Mondom a dohányt, így van. Fogkrém volt. Azért mondtam, hogy ízesített. De milyen fogkrém az, aminek dohány illata van? Feri, ez a te fogkrémed maximum, mert te ízért tabakkal ízért mosol fogad. Esküszöm, hogy aha. Fogkrém. Na, akkor most jön a következő. Gyerekek, ez nem ez jó. Nehezebb nem lesz, mert fogsejem. De ha most alám teszed, vagy elém teszed a zsűlnek az alsógatyáját, nagyon mérges leszek. Na, így van. Jó. Húha, egy cipzár hangját hallottam, takarodjatok! Ez valamilyen, gyerekek, ez valamilyen fűszer, ilyen grill fűszerszerű, valami, nem tudom. Ez a köri. Kevésbé érzem. Nálam ez egy ilyen ételízesítő. Vegeta. Jó, tehát nálad egy vegeta. Benke Laci bácsi van az elején. Ez a köri. Hát kérem szépen, ez volt a köri. Nagyon jó. Gyerekek, háromból három? Semmi? Igen, háromból három. Re, Istenem, add, hogy polipom legyen. Add, hogy polipom. Igen. Ad, hogy polip legyen, Istenem, elmegyek tükrözésre. Van egy dél-afrikai orvos ismerősötök? Van itt kórház? Van, nagyon jó kórház van, csak drága. Mutatom az utolsót. Na, ne, az a baj, engem ez már nem nyugtat meg ez a teszt. Megmutatom az utolsót. Megy a streaming? Megy. Egyébként lecsukott szemmel. Fej, te vagy itt? Igen. Aha. Szerintem. Úristen. Ez egyre szürreális. Gyula, sokkal kellemesebb a tapintásod, mint így első. Engedem, ránézést, gondoltam. Ki vagy te? Ja. Gyere ide. Kérlek, ez a szájvized. Nem tudom. Várjál, mutasd még egyszer? Várjál. Hát figyelj. Ezt miért akarod a számba tenni, Feri? Szerintem. Nem tudom. Nem, ezt sem ismerem meg. Nem, én tompán érzem. Nem tudom. Nem tudom mi ez. Nagyon tompa. Nem tudom. Most... Ja, most a Jani szóval. Hát ez is valami piperecuc. Na, nem rossz. Igen. Nem rossz, a piperecuc nem rossz, piperecucban lehet. Biztos ilyen. Kivettetek valamit a cuccomban, rohadék. Biztos bementetek a szobámba, mit csináltatok? Vagy mit csináltatok? Szerintem ez valami borotvahab lehet, vagy... Elhoztátok a női gyantámat? Ez volt a jázmin virága. Gyerekek, basszus, nem áll, én ezt nem éreztem, ne csináljátok ezt. Na ez már viszont, nem vicces, akkor ez a... Pákó mondta, ez jó, akkor ez mennyi 4-ből 0? Nem. Figyelj,
De te se érzed. De ő, ő hármat, ha négyből fölismert. Ja, a bocs. De te se érzed semmit. Te ismered. Velem együtt dög lesz. Nem, nem, én egy kicsit később. De igen. De gyerekek, ez most tényleg ijesztő. Ez nem vicces. Nekem aranyiba hiányzik a családom, dolgozom. Most miért kell nyomoztam? Nem akarok még meghalni. Na. Igen? Tessék. Ez, na ezt ismerem. Ez megvan. Ez megvan, basszus, ez megvan. Ezt tudom, de Muti még egyszer? Várjál, visszaviszem. Nekem is megvan. Ez megvan, ez basszus, ezt tudom, Jézusom, ezt tudom, mi hát ezt ételekre használják, ügyes. Ez egy fűszer, igen, basszus. Ügyes, jól teresz. Na, Jani, nem mondd ki, mert szerintem de. Jani is tudja. Na, szerinted nem, mi volt ez, Balázs? Nem, teljesen hülye vagyok, nem tudom. Még tényleg egyet, nem. Szagolsz? Várjál, megyek. Muti. Ez ez olyan, mint a, valamilyen bors megint, valami bors. Bors? Aha, ez jó, Balázs szerint bors, Jani, szerinted? Meg akarod kóstolni? El kell kezdenem csinálni leborulásokat, meg kell csinálnom a nőndról, el kell mennem póvára, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Zacskói, meg kell csinálnom a póvát, fölkívnom olét, csinálja meg nekem a póvát. Megkóstolom. Tudatos halált fel kell készülnem, jó. A fény felé kell mennem. Mi volt ez? Bors? Négyből egy, meg vagyok. Bocskahányás. És igen! Lecse, aljas. Mi volt ez? Bors? Istenem ad, hogy bors legyen. Igen? Őrött babérlevél? Őrött babérlevél, soha nem ettél olyat kis prolit, most mit menőzöl itt? Őrött babérlevél, de... Szerecsen dió. Te kis lőrinci. Mirha tömjé. Igen, ez szerintem rozmaring. Na, akkor vegyétek le, legyetek kedvesek a kis szemellenző. Igen. Igen, és ezt a szekrények tetejéről söpörtök. Igen, ez mi? Paprika. Hát ezt hallod, nem fölismerni, nem, figyelj, a paprikát. Nem, hallod? Ez hihetetlen. De te fölismerted? Nem. Jó, nem. Van, akkor te is megdöbb. Jó, mondjuk csak mondom, hogy már háromféle különböző dolog van az orromban. Torlódott az orromba, a negyedről nem is beszélek meg korámban. Most ez mi van akkor? Hogy meg fogtok halni, mi az, hogy mi van akkor? Te, Balázs, te 5-ből 0-át csináltál. Én mondtam, hogy egyébként nekem tényleg rosszabb a szaglásom. Ennyire gagyi. Én nem kamuzom. Mit? Ennyire gagyi a paprikájuk. Hát, de most komolyan. Nem. De te mennyi? 4-ből 3? Nem, 5-ből 3. 5-ből 3, te pedig 5-ből 0. Úgyhogy... Használtad a kártyámat, a pontjaimat, jó? Majd amit, amit összegyűjtöttem. Jó, jó. Te már ilyen jóban vagy a kis szakács, hogy lemész és bekérsz mindent, tényleg? Persze, mert a mai reggelit én fogom csinálni nem. Nektek. Az van, hogy ez nem barátság, csak amikor Feri belép a konyhába, akkor a szakács elkezd hátrálni. Úristen, mit akar itt? Na, a lényeg az, hogy kezdjél el valami kivizsgálásra menni, mert azt tudjuk, hogy nem ebbe fogsz meg, ha nincs szaglásod, de valamit jelez. Na, kellett egy kis pozitív útra való mára. Dolgozzál ezzel a tudattal, hogy meddög lesz. Ti meg elmentek majd város nézni, én meg egész nap vele leszek. Azt az én zsebkendőmet fogja elsírni. Igen, nagyon rossz kedű leszek ma egész nap. Nem jó, nem tetszenek az ilyen típusú tesztek. Én komolyan mondom, egy nagyon jó orfülgégész mondta, hogy tükrözés is megmondják. Mert felhívtam és mondtam, hogy folyamatosan romlik a szaglásom, és azt mondta, hogy az első, amikor ilyenre gondolnak, az orpoli. Ha nem, akkor mennek tovább, mert hogy valójában van ilyen, hogy elmegy a szaglásod, és ilyenkor ki kell nyomozni, mert nem természetes, hogy valakinek 40 évesen az romlik. Na, hát akkor a hajrá, indulás, ahogy hazaértünk, lefoglalok neked egy kivizsgálást. A te orfülgégészeddel beszéltem, amit még te ajánlottál a Boglárkánnal konkrétan. Igen. Ugye? Igen. És milyen jó az, tessék, oda mész, kiveszik az orpolipot, azt mehetsz tovább így dolgozni, van. És tovább élsz. De odaadják utána a polipot? Persze, hazaveszed és fölneveled, aha, igen. Nem azért kérdezem, mert a Benny nagyon örül egy polipnak. Ja, jó tengergyümölcsöt így. Kis fokhagymával alávágok. Mert a vaserpenyőben nem biztos, hogy ez probléma. Jó, Feri, holnap is hozzám már valamit, jó? Jó, valamit, jó. Olyan jó vagy. Nagyon, én tudtam, én készültem, rámondom, ezzel a kis hírrel csak föl tudom dobni a délutánatokat. Mentek kifelé, érted, és legalább elgondolkozol valami. Most ott ülné Jani mellett, szentkeszeléd az Instagram. Nem is akar az ember máson gondolkodni, mikor nincs itt a családja, mikor nincs itt a gyereke, mikor mindenki hiányzik neki egyre jobban, mint arra, hogy nem sokára meg fog halni, hiszen elromlott a szaglása. Ha szerencséd van, nem a 39%-ban vagy, akik meghaltak. Na? Nem, tényleg elmegyek, megnézettem egyébként, most egy kicsit betojtam. Arról nem beszélve, jó, mondjuk nem, szerintem nem lesz unalmas majd azok a felobút, mert mindig fújunk egyet az órunkon. Nézd már fehér, nézd már piros. Mondjuk most, amik jön az orromban, igen. Most már minden lesz. Meg hát gyerekek, mit mondott Pákó? Mit mondott? Minden fogtuk halni. És mennyire igaza van. Fél 10 múlt pontosan, 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Jó, Afrika.
3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek innen Dél-Afrikából, itt vagyunk, jó reggelt Magyarország, sziasztok! Azt mondja, Balázs, izgultál volna, amikor aludtál. Igen, értjük, vagy értem, megértik sokan, Lalikának köszönjük szépen. Igen, nem fogod érezni az oroszlán szagot, amikor hátulról támad, írja valaki. Ez a beszélgetés is kimaradhatott volna, az egész napomat elcsesztétek. 3 éve körülbelül nem érzek semmilyen illatot, és mindennél jobban félek a haláltól. Ferit puszilom. Feri, népszerű vagy ezzel. Igen. A legnagyobb duma, hívjátok vissza Falatkát, hogy kezdj el vésni a neveteket. Nagyon-nagyon szeretjük. Anyukám 55 éves kora óta nem érez szagokat, most 77 éves, jó egészségnek örvend. Ez azért biztató hangzik. 30 éve nem érez szagokat a nővérem, és nem macska, 7 élettel, viszont orpolippal többször műtötték. Élni fogtok, nyugi, Jacko hányszor vesztette el az órát, mégis él sokáig. Igen. Nyugi, 14 éve nem érzek szagokat, de még mindig élek, nyugi, Bali. Így a Bakker. Hát ha élsz, már lehet, hogy azt se tudod, hogy élsz. Az is igaz, hogy lehet, hogy ebben a pillanatban teremtettek bennünket az összes emlékünkkel együtt, nem? Én ilyeneken szoktam gondolkodni, mi van ez így van? Mi van ebben a pillanatban most? És azt gondolod, hogy van múltad, és ott az összes emléked, de most teremtettek. Ja, mindegy. Ez hülyeség szerintem, pont, hogy tovább fogsz élni, mert nem tudod alulról szagolni az ivóját. Na tessék, ugye? Jó hír. Igen. Bali, épp tegnap olvastam, hogy a B12 vitamin hiánya jelzi az illat és az íz elvesztését. Ezt egyébként én is olvastam, igen, hogy B12-t kell szedni. 4 éve szedem, semmi javulás, ezért izgulok. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Reggel egészen fura módon egy kicsit komolyabb témánk volt, de szerintem nem baj, kell ilyenekkel néha foglalkozni. Ugye tegnap kimentettek egy öngyilkos jelöltet Dunából, méghozzá egy vízibuszos hajó, vagy egy vízibusz tulajdonképpen, és felhívtuk ennek a cégnek a marketing igazgatóját, aki elmondta, hogy zajlik a mentés, aztán nem tudom, hogy Anna mennyit tett ebből a best of-ba, de ugye arról beszélgettünk, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki öngyilkosságot követel, miért vagyunk az európai statisztikák élén, talán a második helyen, már ami az öngyilkosságok számát jelzi, egyáltalán mi kell hozzá, és hogy milyen megoldásnak gondoljuk ezt, illetve hogy hibáztatható-e a család, ha mondjuk valaki ezt megteszi családon belül, máshogy gondoltuk, ti azt mondtátok, hogy a kommunikáció hiánya, én azt mondtam, hogy talán nem is biztos, hogy mindig felismeri a család a jeleket, szóval egy kicsit komolyabb témánk volt reggel, és aztán egy érdekes dolognak jártunk utána, kértük, hogy írjanak nekünk hallgatóink olyan foglalkozásokat, ahol jellemző az előítélet, ugye? Igen, a sztereotípiák. A sztereotípiák, hogy amik némiképpen megalapozottak, de azért általánosan mégsem igazak annak a szakmának a képviselőjére. De szépen tudtuk sorolni őket. Így van, hogy mit gondolunk a vasutasokról, a taxisofőrökről, a BKV ellenőrökről és az informatikusokról. Uh-huh. Nagyon sok olyan ember írt nekünk, akinek tényleg van előítélet a munkájában, és ezeket hogy próbálja lerombolni. Ez volt a kérdés. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Hello mindenkinek! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk Dél-Afrikában, ti pedig otthon, látjuk a közlekedési híreket, látjuk az SMS-eket, beletek vagyunk, érdetek vagyunk, mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as Pest felé a 142-es kilométernél van egy trafing, ezt Gábor küldte nekünk, Gábor, köszönjük szépen. A 65-ös úton, a 63-as körnél katasztrófa védelem és KPM, a nagykocsis kollégákat ellenőrzik, ezt B küldte nekünk, B, drága vagy, hogy írtál. Köszi, kicsit lassabb a haladás még mindig az M3-as bevezetőjén. Tudtok valami kerülő utat? Hát, ott nehéz, szerintem ez 10 óra után javulni szokott, legalábbis legtöbbször, ha nincs baleset. 37-esen Sárospatak előtti kitérőben állítgatnak a rendőrök, vagy 10, hogy mi az oka, ezt nem tudom. Tamáska küldte nekünk. Köszönjük, és ezt lehet, hogy mondom még egyszer, az M5-ös Szeged felé vezető oldalán, a 44-es kilométernél van egy trafin. Köszönjük szépen. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok, és megint látlak titeket, azért ez egy baromi nagy dolog. Hát ez a 21. század. Annyira... Hát ez de egyébként döbbenet. Mondjuk azoknak, akik nem látták a Ustreamet, hogy ugye az előbbi közvetítés, hogy itt fel van állítva nekünk egy gyönyörű szép kis tévé, be van üzemelve, és Csabi óriási széles vászon 16-90 itt van Skype-on. Gyönyörű vagy, Csabi. Kicsit szét is húzta a fejet, Csabi. Összehúzom magam, 16-90, nagyon rosszul szoktam kinézni. De azt látom, hogy közben az ügyetek van mozgás, tehát ott most bejön kamerás, meg minden, tehát hogy folyamatosan melóztok. Itt van velünk Iván is. Igen, itt most folyamatosan forgatunk közben. Mi újság, voltál sportolni? Képzeljétek el, én attól függetlenül, hogy ti nagyon messze vagytok, nem miattatok csinálom csak, tehát sportolok saját magamért is, úgyhogy ma reggel is elmentem futni, meg emeltem némi súlyt, úgyhogy megvagyok, igen, köszönöm. Na, most már súlyzózol is tényleg? Eddig csak futás volt, nem? Futás után mindig egy kicsit csinálok néhány fekvőtámaszt, meg néhány hasizomgyakorlatot, meg megemelek két súlyzót, hogy érezzem, hogy máshol is vannak izmai, nem csak a lábamban.
Mutass egy felső biceps poszt, vagy mi az. Na, ez csak nektek, nem oda, rohadt életben! Te durva! Figyelj, és ezt ilyen bácsisan csinálgatod a futókör mellett, ott neki elszíni egy ütemi fekvő támaszni, mert milyen az marha futókör? Vicces. Milyen futókör? Országúton futat, és a hazaérek... Egy és kettő. Hazaérek, és akkor otthon, aha, kertben. A szaletliben, a kedvenc szavad. Szaletli. A szaletli! A sparhelyt mellett a szaletliben. Igen. Ti ott kisportoltak egyébként? A Feri fut, látjátok, hogy hozott futócipőt? Én tegnap voltam Zsüllel együtt délután. Voltunk sportolni, Zsüll kerékpározott, én megfutottam. Bizony. Ennyi. Ők ilyen sportosak. Én rendszeresen edzek ugye a room gymben. Igen. Jani a szobájában nyomja. Én voltam az első nap Janival, azóta nem nagyon volt idő, mert délután mindig alszunk. Minden ne árulja, hogy voltál Janival, erre nem vagyunk kíváncsiak. Sportolsz. Igen, keresnék egy teniszpartnert, most van vállalkozó egyébként itt van velünk a stúdióban, egyetlen egy hibája, vagy nem hozott ütőt. Ilyen amatőr teniszpartner, érted, nem hozott ütőt. Hát most ugye csak pálya van, mert én sehol nem láttam. Én sem. Akkor oké, szerintem tudtok a medence parton. Egy hét után olyan állapotban vagyok, hogy minden este, amikor hazamegyek, még a forgatás után a szobában megfogom az ütőmet, és labda nélkül szerválgatok, annyira hiányzik a játék. Á, ott az ütőm letámasz, mint egy ilyen erekje. Ó, de szép ütés volt, ó, ez háló, újra próbálkozok. És ilyen egykezes fornákukat ütök, meg egy-két tenyerest, ez mennyire nyomorult, nem? Hát majd a hétvégén megpróbálunk megint elmenni. Hova? Amúgy meg, hát valahogy, kicsit edzeni. Ja. Együtt. De veled nem vagyok kisegítve, hogy te se velem, mert te, mit tudom, emelgeted a kettlebelledet, én nézek nagy üveges szemekkel, hogy miféle sport ez, te pedig ugye hát nem vagy erős a labdajátékokban, tehát mi ketten együtt nem tudunk edzeni, már nagyon jó társai vagyunk egymásnak, mert mindig megyünk egymással tartani a lelket a másikban. Meg hát egyébként, ahogy minden fitness gurunak, Balázsnak is megvan a saját teóriája, valaki azt mondja, hogy ez edzés, valaki azt mondja, hogy táplálkozás, valaki azt mondja, hogy a pihenés a legfontosabb, egy Balázs az utóbbi lesz. Nagyon magányos vagyok, tényleg, ha bárki hall a magyar stábból, hogy hozott magával ütőt, vagy látott itt egy rögbi pályát, ahol be lehet menni ütni kettőt, vagy egy tollas labda. Szevasztok, srácok, egy menet! Takarodj már innen, hülye! Valaki nem jött el, hiszen menj ma anyádba! Bármi jó lenne, tényleg, csak tudjak egy kicsit mozogni. Jól van, hívjuk a naphallgatóját, hol van Anna? Itt van, hello! Nézzétek! Hey! Itt van! Hello, drága! Szia! Szevasztok! És a haja még mindig tart. Igen, jó a hajad még mindig. De jó, olyan tényleg cukik vagytok, köszönöm. Matok kint sokáig. Bármilyen szint is akartál. De nem, igen, mert nem látszik a haja. Nem, tényleg, bármilyen szint is akartál, jó lett a menj minden. Lejjebb. Gyere lejjebb egy kicsit, hogy lássunk. Lejjebb. Annyira az ne én is itt ülök. Mi újság? Kezeled a hallgatókat, ápolod őket, trécsesz nagyokat. Már nyúr a telefonéret, nem akar veled beszélgetni, a hallgatót hívja. Igen, mikrofont szerez közben magának, hogy látom, hogy ja, meg tárcsáz, igen. Szóval, hogy trécsálsz velük keményen? Igen, van rá idő most, hogy trécsálj. Nem vagytok. Jól van, helyes. Közben hívta is a naphallgatóját, egy tündér. Ott van Juli. Ó, Juli, szia. Juli, láttunk téged is. Hello, Juli. De jó látni benneteket. Júli haja is tart még. Morning show. Oh, hey! Hello! Na, hát egy nagyon helyes SMS-t írtál nekünk, viszont sajnálatomra nem írtad alá, hogy hívnak. Krisztián vagyok. Krisztián, hello Krisztián. Ugye beszélgettünk egy érdekes témáról, mi szerint ugye arról, hogy melyik kicsit már kezdek így beesni a cukrom, hogy melyik, milyen típusú munkának... Na, hívd SMS. Melyik munkához milyen sztereotípiák kapcsolódok, és te írtál egy SMS, na, itt én viszont nem látok. Így van. Írtál nekünk ugye egy SMS, mert elmondtuk, hogy szerintünk milyenek az informatikusok, ugye hozzátok is tartozik elég sok sztereotípia, te azt írtad nekünk, hogy igazatok van, a leghosszabb kapcsolatom egy 4 gigás ADSL volt. Óriási. Szenzációs SMS. Nem vagy informatikus. Jó. Viszont te vagy a naphallgatója, megvan az ajándékcsomagod. Köszönöm. Gratulálunk neked, és küldjük, jó? Nem innen, nagyon otthonról megy. És szerintem van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot, kapsz még rengeteg szép dolgot, jó? Küldünk neked. Jó, rendben, köszönöm, Sáv. Köszi, köszi, hogy minket hallgass. Ciao, hello, hello. Imádom Annát. Na? Hello. Ugye, Anna úgy bazsolyogott, mint hogy a leánykérésre mentünk volna hozzájuk. Igen. Tényleg, tényleg. Ki a gyerek? Igen, újjak a és a golyók, hogy minden körülszem. Ne. De, nem. Legutoljára ilyen boldog januárban láttam, amikor ezek újjak voltak. Nem újjak, csak frissen vannak zsírozva. Igen, Petitől kaptam, vadonat újjak. Lehet, hogy a 9000 kilométer teszi.
Kicsit felszabadultál, hogy nem vagyunk ott. Felszabadultál, komolyan, látom rajtad. Hogy azért ennyit hiányoztam. Nem szoktál mosolyogni. De, hogy nem hogy szoktam. Hogy hazudik? Hát figyelj, te vagy most ott a mindenható, az úr, a királylány, a királynő, érted? A kezedben a telefonok, minden. Viselem is én ezt a Csabikám. Csabikám, remek zenéid lesznek? Hallottam a BK-idról, és ugye tudjuk, hogy a figyelj, megőrülök. Feriék hogy hívják egymást odahaza, úgyhogy szerintem az a Feri, adj neki enni vagy inni valamit, és akkor alszik rendesen, nem fog éjszaka ott neked kuruttyolni. Szegény Feri reggel meg is lepődött, az volt a kérdésem, az első kérdésem, hogy Feri, nem tudod, hogy lehet megmérkezni egy békát? Mi van? Tényleg eljövünk Dél-Afrikába, és kinyírjuk a flórát és a faunát. Konkrétan így indítottam a reggel. Na, a BK-idnak még neked egy altató Lenny Kravitzet adok, jó? De már az újabb, vagy még a Chamber? Ez a Chamber, igen. Klasslánk közül. Így van. Tudom, az újabban már legalább 10 ilyen altatom. Szeretem, az egész Lenny album nagyon jó szerintem egyébként. Van egy Strat című nóta, az is nagyon-nagyon az jó. Az a címadó, igen. Így van. Igen. Így van. Jól van, elmondtuk mindent? Kb. Igen. Elmondtuk mindent. Jó, Csabi jön a kívánságműsorról, 555-55-00. Ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!